a Klassz FM-en. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 3 percen múlt el 4:45, szevasztok! Sziasztok, jó reggelt! Csütörtök van, üs rá egyet? Köszönjük Na, szépen! Megjöttünk a bal fülünkbe is. Na, sziasztok! Az a helyzet, hogy egy váratlan esemény következtében a ma csak kettel leszünk Ferenccel, de természetesen lesznek majd állandó rovataink, illetve vendégeink is. És a váratlan esemény hát, nem indult a rover. Hát ha ez még váratlan lenne, hát az elmúlt egy másfél év tapasztalatából kiinduló, ebben semmi váratlan nincsen. Ja, gyerekek, olyan örömhírünk van, de tényleg én azt szeretem ebben a műsorban, érted, hogy együtt dobog a szívünk. Tehát ha valakinek van valamilyen, ami fontos az életében, ami így a legszentebb, a legcsodálatosabb, azt mi is ugyanúgy átérezzük. Hoztam nektek tortát. De jó! Tegnap én hoztam szendvicseket, ma a Feri hozott tortát. Milyen torta ez? Pisztáciás? Nem, pisztácia egy darab sincs benne. Nem, ami úgy tűnik, csak ez jutott hirtelen az eszembe, azt is kérdezhettem volna, hogy vitelem egy lapú leveles, de... Nem, a pisztácia jó megközelítés, de azért zöld, mert már romlott. Ez az oka. De jó, hogy csak a gyulaj vetedik belőle. Jó vagy, Gyugyu? Minden rendben? Minden oké. Okay. Húzzátok arrébb azt a nagy testet. A tetemet. Legalább a WC-ig, hogy odalógjon ki a feje. Na, szóval, hogy ez lesz egyébként a holnapi recept, egy kis karácsonyi, igen? Karácsonyi ízvilág az, no, ami meg picit, fog picit a részletekről. Nem, majd holnap. Na, mikor rohadjál meg. Oké. Okay. Szóval ez a lényeg benne, hogy így együtt tudunk. Figyelj, na most komolyan, mi van benne? Úgyis enni fogok belőle, és kitalálom. Egy... kakaós piskóta lapot sütöttem, amit ketté vágtam, és ezt töltöttem meg egy nem édes csoki krémmel. Miért kellett ketté vágni, mert az egyik fel oda kapott egy kicsit, azt hoztad el nekünk, a többibe pedig otthon csináltál a gyereket. Hát persze, azért mégiscsak az ember a minőséget otthon hagyja, tehát egy nem túl édes csoki krémmel töltöttem meg, és ezt az egészet borítottam, viszont egy édes fehér csoki krémmel, tehát háromszor csokizunk. Csokizunk, és van hozzá egy ilyen kis gyümölcs szósz, egész gyümölcsökkel. Hát ez nem muszáj, ez csak úgy. Nyami. Majd meglátjuk. Meglátjuk, na. Mert tényleg örülünk. Örömünnep van, és akkor ezért gondoltam, hogy hozok egy tortát. Én már ezt tegnap sejtettem. Igen. Tegnap sejtettem, hogy van mit ünnepelni ma, a mai napon, úgyhogy azért készítettem a tortát. Mi is az? Amit ünneplünk, hát azt, hogy már csak hónap kell jönni dolgozni, ja, jó, ezen van, a héten. Ez az utolsó csütörtökünk, ez az utolsó munkával töltött csütörtökünk. Úgyhogy ennyi erre vonatkozólag, viszont ami nagyon fontos, és ezt tényleg el kell mondjuk nektek, mert hát nyilván felmerül a kérdés mindenkiben, hogy miért így, miért ebben a formátumban, miért ezen az úton. Hát nagyon egyszerű, azért, mert az M7-esen most nem tudtok menni. Így van. Tehát, hogy ez van, mert ott baleset van a 162-es nagyon figyeljetek oda, jó? Ügyesen, okosan, óvatosan, tényleg már így az ünnepek előtt közvetlenül azért ne keveredjen bele senki. Semmilyen kellemetlen szituációba, úgyhogy ne nyomjátok neki nagyon. Jó, 162-es kilométer, mind a két oldalt lezárta a rendőrség, és a 7-es útra terel, egy kamionos baleset miatt történik egyébként a történet. Van másik kamionos balesetünk is, az pedig a 85-ös főúton van Csorna felé, itt az 5-ös kilométer körül van az árokban egy kamion. Rendőrök irányítják a forgalmat, és egyelőre nincs nagy torlódás, de valószínűleg, hogyha elkezdődik a mentés, akkor lesz majd, úgyhogy várjuk a közlekedést. Viszont ami nem lesz, bocsánat, hogy a szabadba vágok, ez még ma elő fog fordulni néhányszor, mert sietős a dolgom, van egy csomó intézni való, a fontosabb dolgok, nehogy is nem, természetesen ezt ne vegyük készpénznek, szóval, hogy ami nem lesz, az rock. Tehát, hogy ezt sajnos előre meg kell mondani, akik szeretik a rockot, köztük Ferenc is, én is, még talán egy picit Zsűl is, egy kicsit csalódottak lesznek, be van húzva ilyen értelemben a kézifék nálunk, úgyhogy nem akarjuk kiúzni a gyufát, senki nem támogatja ezt a történetet itt bent, nagyon, úgyhogy nem lesz. Igen. Tényleg harcoskodtunk, kardoskodtunk egy darabig. Így van. Egy jó huligán. Nehéz időket élünk, féltem a munkámat, család fenntartó vagyok. Persze, mégiscsak ér a lakásfelújítás, aki kétszer parkettázik, azért az. Hát ott azért elviszi. Igen, a de ilyen értelem egyébként minden rendben van. Viszont, hát figyelj, nem fogja elhinni senki, illetve aki már volt ügyet intézni és hasonló szituációba belekeveredett, az el fogja hinni. Képzeljétek el, az van, hogy nekünk most éppen át kell vennünk egy gázórát. Egy gázórát, aminek nem, igen, tehát ami mi csak annyit szeretnénk, de semmi többet tényleg, hogy a nevünkön legyen az a nyomorult gázóra, aha, és hogy mi fizethessük a rajta átfolyó gáz mennyiséget. Tehát, hogy mi nem akarunk semmit, csak fizetni akarunk. Igen, tehát a legszebb a mondatban ez, hogy tehát én pénzt akarok magának adni. Hogy elnézést, jó napot kívánok, utalnék. Havonta egy összeget, mit tudom én, fogyasztás arányosan. És tudja, és megígérem, hogy annyit fog utalni, amit kérnek. Amennyi rajta van. Megcsúszni vele, és nem fogok keveset. Ebbe. Nekem nem kell küldeni papírokat, nem kell küldeni e-maileket, nem kell küldeni SMS-eket, hogy hátralékja van. Nem, én be fogok fizetni minden egyes forintot, amit kiszámláznak. Mi tényleg csak ennyit akarunk. Ilyen kis nyomorult kis, hogy hívják, vagyunk, kis polgár. Majd maradi tényleg. És
képzeljétek el, hogy a gázórának az előző tulajdonosa, nevezzük így, jobb híján, előfizetett egy olyan szolgáltatásra, aminek az a lényege, hogy a víz, gáz, villany egyetlen szolgáltatón keresztül jön, tehát csak ők számláznak. Tehát aki szolgáltat, az gyakorlatilag ugyanaz a, mit tudom én, vizes, gázos, elektromos cég, de egy helyre fut be, és ők számlázzák ki. És képzeljétek el, hogy ettől a számlázótól egyszerűen képtelenek vagyunk megszabadulni, akikkel mi nem is kötöttünk szerződést, ami, akihez nekünk semmi közünk nincsen, nem is akarjuk, hogy közünk legyen, mi csak egyszerűen szeretnénk a nevünkre iratni, mint egy, hogy hívják ott, érted, mint egy fogadott gyermeket, azt a nyomorult gázórát. Háromszor voltunk bent eddig, mind a háromszor kitöltöttük ugyanazt a papírt, amit most elküldtek nekünk negyedszerre is postán. De elveszett az első 2-3. Hát az ő rendszerükben veszett el, hogyha elveszett, de hogy háromszor már kitöltöttük ugyanazt a papírt, háromszor vittünk be mindenféle adatot, mindenféle szerződést, mindenféle másolatot, meg eredeti példányt, háromszor töltette velünk ki az ő ügyintézőjük azt a papírt, amit most negyedszerre is megkaptunk, és ma megint megyünk be. Tök jó. Tök jó, mert megint akkor, mert szerintem ez gyakorlatozás, tehát hogy vannak ugye az embernek adatai, és komolyan mondom, nekem néha így, mint egy születési dátum, így picit el kell gondolkoznom már, és azért van, begyakorlod, hogy ne írjál hülyeséget legközelebb. De hallod? Egyébként mit keres ott az a harmadik ember, vagy ez a harmadik fél? Tehát vagy ugye te, mint fogyasztó, igen, van a szolgáltató, igen, és az, aki ezt az egészet csinálja, az ki? Az egy ilyen beszedő, vagy mi? Igen, igen. Hát volt egy ilyen szolgáltatás, csak nem akarom mondani, hogy a Magenta színű cégnél, és volt egy ilyen szolgáltatásuk, hogy ők gyakorlatilag kiszámlázzák egyediliként a három szolgáltatótól egybe. És ez így tök jó nekik, igen, vagy nekünk. Én nem tudom, hogy hát inkább nekik, mert hogy én nem érzem rajta, hogy ez nekünk jó lenne. Mi nem is voltunk velük egyébként semmilyen szinten szerződésben, viszont az előző tulaj az igen. Aha. És az most igen. Te szeretnéd, ők felmondták a szolgáltatást, mi meg szeretnék csak egyszerűen átvenni. És kiderült, nekünk különbb le kell szerződnünk ezzel a céggel, hogy felmondhassuk azt, amit nem is akartunk. De az előző tulaj nem akarja felmondani? De ő már felmondta. Ja, de az őt nem érdekli. Az őt nem érdekli. Szerettem ezt a helyet. Figyelte, tehát, hogy az egész egy akkora hihetetlen katyvasz dolog, és egyszerűen nem tudunk ebből a dologból úgy kijönni, hogy csak olyan dolgot csinálunk. Hát gondolhatjátok, hogy nem megyünk oda, és nem mondjuk azt, hogy mit szeretnénk, mi nem, ők mondják meg, hogy mit szeretnének ők, odaírjuk azt, amit ők akarnak, és ehhez képest negyedszerre futunk neki a történet. Ma is megyünk, komolyan mondom, hogy be fogok költözni. És akkor most bemész, most szerződsz velük, tehát igen, most végig aztán felmondom. Figyelj, ilyenkor nem lehet, de és most megvárom, hogy mikor küldik ki legközelebb megint ugyanazt. Igen, igen, hogy jó napot kérek, szeretettel köszöntjük új, és csak fizetni akarom azt a tetves gázszámlát. Új ügyfeleink között, ez lesz az első levél. Amit aztán lemondasz, és akkor jön majd, hogy még próbálkozik valamivel. De most mi van akkor, ha te tojsz erre az egészre? Tehát bemész, lemondod a cuccot, és azt mondod, hogy ne haragudjon uram, én nem akar, vagy hölgyem. Két dolgot tudok elképzelni, nem lesz fűtés a lakásban, ez az igen, egyik. Ez az egyik. Kettő, hogy egy akkora hátralékot fogunk összeszedni, hogy amikor majd megkapjuk egy összegbe, akkor majd úgy fogunk dönteni, hogy akkor inkább a gyerek ne menjen majd főiskolára. Vagy inkább ne tanuljon dolgozni. Virág életem, elfűtöttük a diplomádat. De most értitek, amit mondok? Hogy én oda mennék, és azt mondom, hogy ne haragudjon, ez nem az én problémám. Én itt vagyok, én fizetni akarok. Az, hogy önöknek volt valakivel egy szerződése, aki már ebben az egész pakliban nincs benne, hogy én most szerződjek önnel, hogy aztán azt egy perc múlva föltül, hogy ne... Hogy, és érted? És cégen belül az egyik ember kitölteti veled ezeket a papírokat, aláirattatja veled, és azt mondja, hogy minden rendben van, és utána pedig ugyanez a cég, vagy innek a cégnek a központjába kapsz egy papírt, hogy de hát elnézést, mi nem töltik ki ezt a papírt, mert hogyha esetleg fel akarják mondani ezt a szerződést, de kitöltötted. Igen. De kitöltötted. Nem egyszer, nem kétszer, nem háromszor, most megyünk be, mondom, megint. Gyönyörű. A legszebb az lesz, hogy leülsz egy asztalhoz, ugye az ügyintéző, aláírod a papírokat, és akkor mondja, hogy jó, akkor most megkötöttünk, most jön a felmondás, legyen kedves rajtunk kimenni, és újra bejön. Viszont látás, igen, na, jó most. Napot kell, Vadó János vagyok, szeretném felmondani az egy perc miért előbb. Szivatnak? De tehát, hogy így... Tök értelmetlen dolog. Szóval, hogy a rendszerből úgy kell téged kivenni, hogy nem vagy benne. Hogy nem vagyok benne. Igen. De először, igen, be kell kerülnem. Tudod? Aha, de a régit... azt már kivették belőle, akkor most kérdezem én, hogy az a rendszer, amiben te most benne vagy, meg a három szolgáltató, az most hol kering a világűrben? Tehát a világűr mely szegmensében van most tulajdonos nélkül? Figyelj,
mindenkitől elnézést kérek, aki esetleg valahol elvesztette volna a fonalat. Én ugyanezt érzem. Ugye? Én ugyanezt érzem. Tehát lehet, hogy tulajdonképpen nagyon vigyázz, mert most van az a pillanat, amikor te még nem vagy tulaj, és ő már nem tulaj, de azt mondja, hogy neked nincs házad. És nincsen gázórá. Nincs gázórád, nincs gázod. Tehát te valahol az univerzum egyik mély bugyrában, illetve te nem, igen? Te itt vagy. Itt van a három szolgáltató, de a telek, a ház, a gázóra, az valahol a sötét világűrben van. És a legjobb, ez már csak tényleg a habatortán, a koktélcseresznye a habon. Jézusom. Hogy a három szolgáltató közül az elektromos és a vizes ettől függetlenül simán ment. Tehát ezt megtudtuk oldani. De a gázos, aha, nem fogadja. Aha, tehát vized van, és villanyáramod van. Figyeljetek, aha, én már láttam sok mindent. Filmen, újságban, képregényben is már. Érted? De ilyen szintű körbeszopatást, én még, megmondom őszintén, én még nem értem. De ez tényleg az, érted? Tehát, hogy Zsüll itt fölnevetett ennél a bizonyosan, hogy ez tényleg az. Az. Ez húzza át a szerződését. Boldog karácsony, kedves ügyfél, kellemes ünnepeket. Vagy lehet, hogy szeretnek téged. Aha, nagyon, ne. Ne szeretsenek. Ez egyre inkább egy oldalú ez a szeretet. Óriási. Ha valaki tud segítséget nyújtani, várjuk az SMS. Oda, hogy egyre kevesebb hajam van. Már de a hajhagymám helye nem is. Nem most tudod, mit akarok mondani egyébként, hogy annyira nincs idő, de miatt az átiratás miatt, hogy most viszont ez már lobonc. Igen. Hogy nem bírtad le. Újra tudok majd headbangelni látványosan. Pontosan fél hét van, lehet jelentkezni a fekete-fehér igen nemre. 2-1-re vezetünk most, a ma még a, meg a holnap az, ami játékos nap, vagy lehetőségetek nyílik arra, ugye, hogy elpáholjatok bennünket az Univerzum királya címért. Ezt mi nyilvánosan, vagy nyilvánvalóan meg akarjuk akadályozni, tehát küzdeni fogunk, mint disznó a jégen, ahogy tél idején mondják, új kígyósan. A lényeg az, hogy most lehet jelentkezni a játékra, és akkor a fekete-fehér igen nemmel fogunk majd visszajönni Ákos hírei után. Figyelj, a Bali hol van? Hát. Nem? Tényleg. Nem kéne már? Basszus, hát csak, észre se vettem. Hát csak fél hét van azért. Na nem? Mindegy. Hát nézzünk utána, hát, a hírek szokott alatt. Jó, van, melyik ilyen komment? Te jössz, aztán jó legyél. Az ország és a nagyvilág hírei. Első kézből. Csak slágerek. Klassz FM, a rádió. Jó reggelt kívánok! Sosi írja, hogy az M160-as felé lezárták az utat, egy izsváki rendőr borult az árokba, még tart a mentés. A 68 éves fényfüzérügyi nyomozók 24 óra alatt buktattak le 2 sajtbandát, az egyik esetben legális ember üzemre csaptak le Nyíregyházán. A Klassz FM negyed órás hírösszefoglalását Hunyad Ákostól hallották, friss hírek 7-kor. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. A Klassz FM-en. 5 perc elmúlt el 3:47, jó reggelt, sziasztok, néhány gyors közlekedési információ, mert sajnos van egy újabb baleset is, ugye az M7-esen történtet már mondtuk, többször is, 156-os kilométer, ja nem, ez a, már az M6-os, ez az új, 156-os kilométer Pécs felé, IFA szalagkorláton mentés folyamatban, Tibi is megírta nekünk, és még nagyon sokan, M7-es 162-es kilométer mind a két oldalt lezárva, a rendőrség a 7-es útra terel, kamionos Csabitól kaptuk, 85-ös főút Csorna felé, az 5-ös kilométernél pedig kamion az árokban, így állunk most. Na hát az előbb ugye hiány ütötte fel a fejét a stúdióban, megvan a megoldás. Így van. Mi az? Ja, hát, hogy nincs a Balázs. Ja, tényleg, ja igen, nincs ma a Balázs, reméljük, hogy holnap már lesz. Minden jót kívánunk neki is, meg a kis családjának is természetesen. Karcsinak. A kis Károlynak és a kis trónörökösnek is. Nyilván kitalálhattátok már, hogy ez ügyben mama ő távol. Úgyhogy tényleg a legjobbakat kívánjuk neki innen az éteren keresztül, és nagyon szépen köszönünk minden hasonló témájú SMS-t, meg e-mailt, meg ilyesmit, ami érkezik. Például a Szalájét, a kis ennyit kérdezett, szülünk. Vagy itt a másik, mi van a kis Karcsik, aki dugta a fejét. Tehát azt az atyaink féltő gondoskodást, amíg a hallgató felől érkezik Balázs felé, azt természetesen tolmácsolni fogjuk. Nem tudunk még szaftos részletekkel szolgálni, sem a bulvárnak, sem nem a hallgatónak. Nem is vagyunk erre feljogosítva, majd ezt megteszi helyettünk a Balázs, illetve majd kitalál majd a bulvár mindenféle jó történeteket, azt holnap megírják, hogy legyen egy címlapjuk, és el tudják adni a minőségi. Élő adásban ment el szülni. Aha, igen. Nem is volt itt, csak most. Élő adásban ment el szülni. Jó, úgyhogy ezt holnap majd megtudjátok, de egyébként 8 után megpróbáljuk a Balit fölhívni, így hogy valahogy állnak. Nem biztos, hogy sikerül, lehet, hogy le van árnyékolva a szülőszoba. Mi is csak SMS-t kaptunk tőle, a részleteket azt majd megtudjuk. Nagyon fontos info még, hogy 9 óra után
egy igazi nagykövet érkezik hozzánk. Így van, Kovács Kokó István, jó szolgálati nagykövet. El fogja majd mondani, hogy most hogy áll az a gyűjtés, amiben ő ugye ebben az évben is részt vesz, és természetesen mi is egy kicsit, meg hogy még hogyan lehet segíteni a rászorulókon. 2-1 most az állás, de az univerzum királyaért, vagy királya nőjéért zajló meccs az természetesen tovább folyik. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg. Hello Judit! Szia, Feri, szia Jani! Szia Judit, jó reggelt! Mit üzensz a kis karcsikának? Erőben, egészségben. Így is van. Így van, az ez a legfontosabb. Ez nekünk pont elég. Mi a helyzet Nyírlugoson? Hideg van. Hideg? Nem, már plusz 10 fokok vannak mindenütt országszerte. Vagy nálatok hűvösebb? Nem tudom, ma még nem néztem a hőmérőt, de tegnap este -2 fok volt. Azt a mindenség. Nyírlugosi vagy, vagy Dzsuzsák Balázs? Így van. Azt a mindenségét. Van már szobra? Ismerted a kis Balást? Ismertem, amikor még csak a libalgelőn rúgta? Igen, ismertem. Tényleg? És rendes gyerek volt már akkor is? Szendvicsért kólája? Látszódott rajta, hogy benne van a lábában a bugi. Nagyon rendes srác. Imádni való. Volt azóta, járt arra felé? Szokott Nyírlugoson járni, persze. A Kuntával? Van valaki? Tényleg van nem valaki? Fekszik fel a köves úton. Az alja. Van nem valaki, tudom, aki ott lakik még a családból? Nyírlugoson? Itt Nyírlugoson? Aha. Persze, a férjem az nagybátyja. Ja, hát akkor rokon gyerekről van szó. És hát amikor hazalátogat, akkor azért megkeresitek, hogy emlékszel valláskor, amikor még kicsi voltál. Hát azért nem. Az anyukájával egy helyen dolgozunk, úgyhogy hát elég közeli. Mi a munkád? Figyelj, én takarítónő vagyok az általános iskolában, az anyukája meg pedagógus. Ő meg tanító. Te aranyos. Tanítónő, hogy pontosak legyünk. Jó van, Judit, kivel szeretnél játszani? Ferenc. Így van, mert én ugye tegnap játszottam már, a számomra nagyon szimpatikus Dénessel, aki patológiai vizsgára készült. Én nagyon-nagyon irigylem az ő lendő kuncsaftjait ebből a szempontból, mert nekik már nem kell menniük ügyet intézni a Magenta színű céghez, negyedszerre ugyanabban az ügyben, de akkor ma Ferivel. Így van. Jaj, tényleg Dénesnek várjuk az SMS-ét, hogy sikerült-e a vizsga, a patológia vizsga. Jó van, na jó. Bár ott nagyon nem lehet elrontani szerintem más semmi. Mi fia, a beteg már nem fog kiabálni. Jaj! Na jó, itt kezdhetjük, akkor indulhatunk, ugye? Kezdhetjük. Így. Jó. 3, 2, 1, fire! Nyírlugos Nyírmeggyes mellett van? Hát közelében van. Minden nap reggel mész takarítani? Úgy járok, hogy déltől 8-ig. Hát akkor az kényelmes, a koránkelés okán, ugye? Korán szoktam kelni, mert ilyenkor a családnak ebédet főzök. De rendes vagy. Mosok. Karácsonyra készülsz már, Judit? Nagyon készülünk. Nagyon készülünk karácsonyra. Mi a menü? Töltött káposzta lesz? Lesz töltött káposzta, holtobágyi húsos palacsinta. Áj, de jó az. Rántott hús, húsleves. Halászlé? Az is lesz, persze. Ponyból? Ponyból, persze. Aha. Figyelj csak, havat várjátok? Várjuk. Várjuk a havat, mert úgy gondolom, hogy akkor szép a karácsony, így hogyha... Hogy hívják, hogyha ha van hó karácsonykor? Milyen karácsonynak? Emlékszel? Emlékszem, hogy nem emlékeznék? Hogy hívják? Pont. Aha, na most már persze kivekod, hogy fehér karácsonyra van szó. Nagyon ügyesen játszottál. Hát nagyon jó volt. Nagyon jó voltál. Nagyon jó. Próbálkoztam, szúrtam, húztam, téptem a hajadat közben, már itt minden volt, de Juditon nem lehetett kifogni. Ha ilyen a töltött káposztád, is nálad karácsonyozunk. Te mit keresel a töltött káposztát? Judit, gratulálunk, hát megvan az ajándék. Úgyhogy nagyon ügyes voltál, mi annyira nem örülünk, mert 2-2 így az állás. Így van, ez volt a szándékom. Hát gondolom ezt én is, meg ugye az ajándékcsomag. Ez azt jelenti, hogy holnap fog majd eldőlni, hogy ki lesz az univerzum királya vagy királynője. Ha mi, akkor ugye az értelemszerűen király. A ti akkor még lehet válogatni majd, mert ha a hölgy, akkor királynő, ha úr, akkor pedig király. Hát nagyon bízom benne, hogy én leszek. Jól van, Judit, örülünk neked, puszíjuk a nyírlugosiakat, és boldog karácsonyt kívánunk. Köszönöm. Szia. Nektek is, sziasztok! Hello! Na, most nem tudom, örüljek, mert a játék jó volt egyébként. Hát jó volt, de hát... Jó lett volna leütni a végét, mi egy 3-1-re.
Na majd holnap. Majd holnap jön a frissen kipihent apuka, érted, új apuka, és akkor ő tud majd játszani. Holnap fogjuk tehát eldönteni a dolgot. A következő órában viszont valami olyasmit fogunk csinálni, amit még szerintem se tesején, de azért szeretjük ezt a műsort, mert ki lehet próbálni néhány dolgot. Jön egy fiatal ember, akinek egy új videoklipje, és ezzel ugye zenéje is megjelen, mert hogy videoklipet csak akkor szokott csinálni az ember, ha van hozzá zene is. Rácz Gergőnek hívják a férfit, és különböző technikai kütyükkel egyetemben érkezett meg hozzánk, valami készül ellenünk. Így van, és a segítségével össze fogjuk rakni a mi mizunkat. Hölgyeim és uraim! Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofonnál az éter nagyágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ladies and gentlemen, ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 3 perc múlva 4-8, jó reggelt, szevasztok. Lemaradtam a fekete-fehér igen nemről, már nem én, hanem egy hallgató írja, beszéltek már róla, léci pár szót, kinyert, köszi Zoli. Hát Zoli, nincs jó hírünk, már a saját magunk számára. Igen. A hallgatóknak viszont annál jobb, mert 2-2 Judit nyert Nyír Lugosról ellenem. Gyönyörű játékkal osztottuk egymást, szúrtunk, védekeztünk, visszavágtunk, nem volt passzív és nem mondott ki semmit. Úgyhogy 2-2 most az állás, a holnapi napon dől majd el, hogy mi lesz a végeredmény. Az M6-ost is lezárták, ott is egy kamionos baleset van, Szekszárdnál a Pécs felé vezető oldalról van információnk, az zárva, egész pontosan a 156-os kilométernél. Ugyanez a helyzet az M7-es autópályán, ott a 162-esnél van baleset, itt viszont mind a két oldalt lezárják, és a rendőrség a 7-es útra terel, úgyhogy az egy nagyon komoly dolog. 85-es főúton mostanában egyébként is nehéz közlekedni, Csorna felé az 5-ös kilométer körül egy kamionos aludt be valószínűleg, vagy megcsúszott, de az autó már a kamion az árokban van, itt is rendőri irányítás van, és akkor lesz majd nagy macera, hogyha megpróbálják kivenni. Ja, akkor bizony. Viszont ami nem lesz, az metal meg rock, szóval ugye headbangelésre okot ma sem fogunk adni sajnos, mert még hétfőn is, illetve nem hétfőn, hanem majd az első munkával töltött hétfőn, igen, majd január 5-én, ha az akkor rára esik, szeretnénk még jönni egy kicsit, mert még szeretném, ha lenne munkám, meg el tudnám tartani a családot, és most szóltak, hogy akkor kicsit vegyek már vissza az arcomból, és egy kicsit kevesebb rokot toljak be. Vagy metál, vagy fizú. Így van, és én inkább a fizú beledöntöttem. Olyan anyagias vagy, de komolyan. Ja, hát most ennyit nem megérne. Ja, régen sokkal komolyabb voltam. Jó, sokkal jól. Nagyobb fanatikus, de hát most már ez van. Jó, viszont van nekünk egy nagyon jó fotópályázatunk, arról mindenképpen beszélni akarunk, mert hogy jelenleg is tart, és még egyébként tartani fog egészen január 15-ig. Azt mondja, hogy így készültök ki ti címmel fut, ez jelenleg a honlapunkon. A lényeg az egésznek az, hogy a karácsonyi készülődésben megőszülő, illetve a haját hullató hallgatóktól várunk fotókat az eseményekről, és azt mondja, hogy 50 000 forint kész pénzt, illetve Morning Show-s meglepetés ajándékcsomagot kap majd az első helyezett, de természetesen a második meg a harmadik helyezett sem marad majd üres kézzel. Annak is érdemes fölmenni, aki csak röhögni akar a honlapunkra, meg annak is mondom, aki pályázni különböző fotókkal, elképesztő jók vannak már föl. Már most érdemes megnézni, de szerintünk lesz még jobb is. Ugye ez január közepéig tart, úgyhogy az idei karácsony legszebb pillanatait az odasütött beigli miatt, vagy odaigett beigli miatt való ordítozást képekben, a lángoló karácsonyfát, tehát mindent várunk szeretettel, és akkor egy ilyen januári 50 ezeres indító összeggel tudunk segíteni a családom. Holnap reggeli címlapok. Szó nélkül hagyta ott reggeli rádiós műsorát Balázs, hajnalban tűnt el a népszerű rádiós műsorvezető, a kórházban találtak rá. Kb. Ez jó, nem? Aha, szerintem lehet is a nyomdába küldeni. Tudod a kedvenc hangomon? Hajnalban tűnt el. Ja. Hajnalban tűnt el adásból a... Na de hé, vannak szabályok, 6-tól 10-ig Morning Show, Balázs a Janival és Ferivel. Attól még, hogy jön a kis Karcsika, ezt nem kéne felrugni. De nagyon sok boldogságot kíván mindenki Balázsnak, 8 után megpróbáljuk majd utolérni őt. Akit viszont már megígértünk nektek tegnap, mert akkor is tudtuk, hogy jön, ő az a srác, egy óriási tapsot kérünk Rácz Gergőnek! Sziasztok! Jó reggel! Jó reggel! Figyelj, kezdjük azzal, hogy mi a bajunk veled. Jó? Indítsuk így, mert mégiscsak egy baráti be. Nem. Hogy azt mikor fogod eldönteni, hogy te zenekari tag vagy-e, vagy szóló énekes, vagy ezt lehet a kettőt csinálni? Ugye tavaly nagy sikerrel a dal
című vetélkedő műsorban, vagy inkább ilyen eurovíziós felkészülő műsorban a kis csapatoddal ott voltál, a Full Moon-nal, imádtuk, mi itt személyesen is szurkoltunk nektek. Köszönjük szépen. Ez volt az, amit kerestél, a szó, de mi is köszönjük. Tényleg nagyon szerettük, és szerintem az ország is szerette ezt a dalt, és ugyanakkor Rácz Gergő, mint önálló személyiség, időről időre megjelenik. Hogy ezt lehet így csinálni? Nem haragszanak a srácok? Hát ezt tulajdonképpen tudták, amikor a csapat tagja lettem, hogy... Hogy nem szeret háromfele utalni. Közben nekem vannak saját dolgaim. És amellett ugye még mást is csinálok, mert ugye mint dalszerző, zenei producer tevékenykedek. Ja, jó, az oké. Tehát tulajdonképpen így a zenén belül szeretek mindenfélét csinálni. És ezért is jött ez az ötlet, hogy csináljak egy olyan videót, ami egy picit azt demonstrálja, hogy én mikkel foglalkozom most, és mikkel foglalkoztam korábban. Tehát elég bevállalósan kezdődik, mert egy ilyen kis időutazást csináltam meg a videóban, beöltöztem egy korábbi szettembe, ami... Ez egy létező szett egyébként? Így van, mert nekem megvannak azok a ruháim, amiket ilyen fontosabb klippekben elsütöttem, és akkor csináltam egy olyan videót, ami a kezdetektől, tehát a VIP-tól, a szóló oldalaimon, egy-két olyan dalon keresztül, amiben producer voltam, és a Full Moon-ig. És tehát, bánod már ezeket, tehát a VIP-t? Meg kell, hogy mondjam, amikor még nem jelent meg a klip, akkor én izgultam miatta, hogy most mit fognak szólni hozzá. Tehát ez bátor dolognak éreztem belülről, és nagyon meglepődtem a reakción, mert gyakorlatilag onnantól kezdve, hogy megjelent, már nem tudtam úgy felhívni valakit, hogy ne azzal kezdte volna, hogy Gergő, láttam a timeline-t, és nagyon tetszett. Úgyhogy eredetileg én ezt nem is egy klipnek szántam, ez egy nagyon egyszerű videó, viszont egy mindenki... Egy promóciós anyagnak, vagy mi? Hát azért ahhoz ez sok? Igen, viszont igazából egy ilyen tartalomnak, ami jól jön, hogyha éppen készülődök még valamire, és közben történik valami, viszont korábbi elkezdte úgy kezelni, mint egy klippet. A korábbi szettek azok mit jelentenek? Ilyen felépőszetet? Tehát igen, mit, elővetted újra a magasarkú lakcsizmádat, a szájpecket, igen, meg a cipzáros maszkot, vagy... Igen, a vörös magasarkút. De még ma is jól áll. Ahhoz képest, hogy csak ilyen kis visszatekintésnek, vagy visszakacsintásnak a múltba szántad ezt az anyagot, már megnézték majdnem 65 ezeren, úgyhogy azért igen, az embereket érdekli. Osztják a Facebookon, és teljesen már meg meg, vagy osztják? Osztják meg, igen. Nem mindegy. Nem, egyébként tehát féltem így a kritikáktól, mert alapvetően érzékeny vagyok rájuk, és annyira jól esik, hogy jókat írnak és kiemelik. Akkor jó kezdtem a beszélgetést. Igen. Mi, hogy az a bajunk veled. Tényleg ezeket te elolvasod még, meg fölhúzod magad rajta, hogyha valaki bántja a te ártatlan lelkedet. Ti semmit nem olvastok? Hát nem, azt tanítják, hogy nem kell olvasni nem, semmit. Tilos. Legyen pár olyan ember az életedben, akire figyelsz, aki megmondja a tutit. Akinek tényleg azt mondod a véleményére, hogy figyelj, az számít, mert szakmailag ott vagy, emberileg ott vagy. Felesleges idegeskedni, Ferének szívritmus zavar, illetek nekem meg szaggatottá vált a vízelésem, és akkor a baj. Hát azért érted. Attól függ, mit olvas az ember. De nem, nyilván, látod, ez a veszélyes, mert elkezded olvasni, hogy majd lesz jó benne, és lesz majd, meg lehet, hogy az első három is jó, az fölrepít, és utána van valaki, aki beír valamit névtelenül, arc nélkül, és akkor az meg lehúz. Sok esetben nekem Feri, én pedig Feri. De... Mi mondjuk egymásnak szoktuk egy darabig, de leszoktunk róla, és most már csak az, hogy átküldjük SMS-ben, tudod? Van egy ilyen nicknemünk, vagy hogy hívják ezt nicknévnek, és akkor azon. Szóval, hogy szerintem tök fölösleges. Vagy csak akkor olvasgass, hogyha fölkészültél rá lelkileg. De hát szerintem te nem vagy erre alkalmas. A kommentek olvasására, tehát mert egy érzékeny lelkű gyerek vagy. És gondolod, hogy mi felhúzzuk magunkat, alapvetően nem vagyunk érzékeny emberek, akkor hát nálad mi lehet? Gondol más írt érszakák? Hát, százas papírzsetkendős csomagok. Lehet, hogy ezért van az, hogy annyit dolgozom egy anyagon. Így van, dolgozzál, ne olvas. Igen, tehát hogy nagyon maximalista vagyok, és addig nem merem kiadni a kezemből, amíg lehet, hogy ez pont emiatt van, mert félek a kritikát. Uh-huh. Ja, sokat de egyébként, hogy egy nagyon picit így élődásban nyaljak neked, szerintem... Jó, elég. Na, hát ennyi. Szóval nem rossz az, amit csinált. Tehát valakinél például te számomra a VIP-ben egy ilyen megfoghatatlan figura volt. Tehát ott nem éreztem nagyon a súlyodat. Tehát hogy valahogy így nem voltál meg is. Aztán jöttek a saját ilyen kis privát dolgok, meg a Full Moon, és rájöttem, hogy ez a srác tehetséges. Tehát, hogy ez így tetszett. De akkor, tehát így ilyen, tudod. Ilyen futottak még kategóriának, számítottál most meg, és ez annak köszönhető, hogy jó vagy, jól csinálod.
Köszönöm szépen. Fú, gyerekek, mi az Isten van? Karácsony lesz. A Vadon Janit hallottuk az elmúlt egy percben. Hát de most komolyan, hát most mit csinálja? Jézusom, hát na, hallgassunk bele akkor biztos, ebbe. Biztos, de csak a gyerek születése óta, már az én gyerekem születése óta, azóta teljesen megváltoztam. Tök más minden, az már 12 éve volt? Hát. És előtte volt a VIP? 97. Te mi, tényleg beszélsz a klipe elején? Igen. Megspékelve azzal. Köszönöm szépen a kiadónak. Hangommal állítok elő. Tehát saját hanggal állítasz elő. És fő van írva, hogy szél meg basszus. Nagyon jó. Amikben a szerelem miért múlsz? Aha. Tör ki a csendből. Jó, így szépen megy alattunk, jó? És amikor, jó, amikor extázisba esünk, hogy úristen, ez volt a fiatal korom, akkor kicsit belehallgatunk majd jobban. Jó. Jó? Nekem már az a középkorom volt így is, de egyébként szerintem ez azért jó, mert vagy az lehetett egyébként az egésznek a célja, hogy ennyi dalt összemixeltél, hogy hát ha az egyik miatt elkezdi majd játszani a Klassz FM. Például. Hát... Kicsit izgulunk. Kicsit benne volt, nem? Egyrészt kíváncsi voltam, hogy hogy tud megszólalni csak szájjal. Aha. Így egy komplett zene, de amikor meghallgattam, akkor meglepődtem rajta, és akkor meg kell, hogy mondjam, eszembe jutott, hogy mi lenne, hogyha játszanák. Istenem. Majd beadjuk a programigazgatónak a dolgot. Mi az a bansuri? Az egy indiai hangszer, fúvós hangszer. Hogy szól? Hát, ilyesmi. Most én nem hallom, amit ti hallottok, úgyhogy lehet, hogy nagyon... Ah, csak az előbb volt kiírva, mert ugye mindent föliratozol ebben a klipben, hogy orgona, cín, basszus. Uh-huh. Igen, most hogy van ilyen hangszer, vagy ez csak egy szimpla elütés volt. Volt még egy kava. Az igen, káva. Az ja, káva, igen, az a pergőnek, a pergődobnak, amikor ráütsz. Mennyi idő alatt lehet egy ilyet összerakni? Tehát ez nagyon macerás dolog? Ez macerás bizony. Tehát itt kezdve onnan, hogy el kell kezdeni kísérletezni, hogy mi, hogy szól, és az ember visszahallgatja. Tehát így hetekig el lehet vele szöszmötölni. És tök jó pofán promotálod egyébként azokat a művészeket, akikkel együtt dolgoztál, hogyha jól értelmezem a melleden lévő fotókat, ugye? Így van, így van. Kati és... Kat és a Kerek Perec. Nem, azért annyira nem lehet idős. Figyelj csak, hoztál ide egy ilyen szerkezetet, ez egy fekete doboz, így nekünk ránézésre a Janival, de lehet, hogy a Jani már tudja, hogy mi ez, mert nekem fogalmam nincs. Mi a cél? Hát, ezt nem használtam, amikor elkészítettem ezt a timeline videót, viszont ez arra nagyon alkalmas, hogy bemutassam, hogy kb. Hogy áll össze egy ilyen egyszemélyes akapella. Egyszemélyes zenekar. Zenekar, igen. Mondjuk az a macera ezzel, hogy nem tudsz egyedül fellépni vele. Tehát élő koncertet nem tudsz adni. Így, igen. Hát tulajdonképpen ez meg egy olyan eszköz, amivel egy picit lehet, persze nem ilyen bonyolult dolgot, mint ami ebben a videóban van, hanem valami egyszerűbbet, és gondoltam, hogy az ilyen bepillantást nyújt hallgatóknak. És lehetünk nektek. Mi valami benne? Úgy gondoltam, hogy mutatok egy pici részletet a timeline-ból, aha, és aztán utána belekezdünk egy olyanba, amiben részt vennétek ti is. Júj, te mi akarsz lenni? Káva vagy bunzsuri? Én lakodalmakra akarok fellépni, úgyhogy szeretnénk minden megtanulni nagyon gyorsan. Unco. Ez jó alap? Hát nagyon jó, már a színek megvannak. Igen. És egy... Aha. Igen? Így van. Jó, mit kell csináljunk? Akkor először megmutatom, hogy nagyjából, hogy áll össze egy ilyen. Hát és akkor utána bevonlak. Gitár, dob, basszus, ének. Igen. Nem? Na, akkor először pár P betűt és pár K betűt. Mutatsz nekünk jó. P betűket? Mutatnék jó. Nektek, igen. Jó, de ezek már hangok. Egyként kedvenc szavam is ezekkel a betűkkel kezdődik. Na most ez a... Tehát, hogy bele fog hallatszódni a nevetésed, igen, tehát innentől kezdve, hogyha éppen ja, valamit... Nyomálunk a... Igen. De most már... De jól áll benne. Aha. Pont jókor röhögtem. Igen. Most egy basszust fogok énekelni. Szerintem. És jön vissza, és utána magadra... Aha. Mondjuk beteg dolog, hogy ül az ember egy mikrofon, és nyomogatja a gombokat. Már három sáv már megvan. Négy sáv. Igen, és most ráéneklem, innen felismeritek majd. Valaki ballag a szélben, lehúny szemmel jár. Hogy ne ismerjen? Valaki hát, attól fél, elveszett. Ezzel hívtanak a múltkor, hogy milyen jó az a dal. Valaki hallgat az ében, a szavak is elhagyták. Temeti holnapját, de én ott leszek, jöhet a ott veled.
Hát tulajdonképpen ennyi. De jó, aha. Hát tapsot neki. A figyelj, reggel fél nyolckor. De jó, hogy befejezted, majdnem elsért. Már kérte a zsebim, illetve áthajolt a vállamra a Jani. Így van, és akkor most jöttök ti. Igen? Kezdem egy ilyen kis grúvval, és lehet, hogy először megcsinálok 4 sávot, és utána ezeket ki tudom törölni. De miért? Ne te csináljál. Majd, jó? Majd mit csináljuk? Mi kell? Ez egy jó lábdobnak, jó vagyok legalább? Vagy... Mutasd. Nem rossz. Kicsit lehet úgy, hogy... Tudom, a igen. P meg a K. Ha, igen, a P, igen. De meg a K-ra rá vagy izgulva. Mire gondolt a tesó, hogy ezt ki fogja csinálni kettőnk közül? De tényleg. Mi történt? Na. Mire gondoltál, tesó? És akkor ez menne körülbelül. Mire gondolnál, tesó? Igen, mert eddig egyébként marha jó, csak nagyon standard. Nem lehetne valami, hogy hívják ott valamivel feldobni? Tehát, hogy valami, itt tudom én, ahogy a rapperek is szoktak időnként, jó man, meg ilyeneket belemondogatni. Come on. Én szeretném, hogyha ti mondanátok bele. Okay. Csak amikor a felvétel van, akkor ne beszéltek bele, mert jó, akkor... Jó, majd ezt hagyjuk ezt, mert ez a hallgató számára így egy kicsit megfoghatatlan sztori, mert megcsináljuk közben, jó? Jó. De, mert nekem van még egy fontos dolog, ugye ezt azzal kezdtük, hogy tavaly nagyon izgultunk, értetek, a dalban, most idén meg tudjuk ezt tenni ismét. Így ja, van. Idén izgultunk, nagyon köszönöm, Laci. Tényleg, én már elpukkantottam a szilveszteri pesgőt egyszer-kétszer ebben az évben. Én meg jövőre fogok izgulni, akkor nézem vissza az idei. Ha, jó, tehát idén nagyon izgultunk, jövőre izgulhatunk-e? Kösz, így Laci. Van, így van, izgulhattok, és ugye a tavalyi műsor az nagyon lefárasztott, nagyon sok mindenben ott voltam. Aha. Így hangszerelőként, zeneszerzőként, az egész színpadi koreográfia. Hát kicsit rányomtad magad a zenekarra, fogalmazzunk így. Tehát van. Gyakorlatilag Rácz Gergő volt minden, érted, és ott voltak a srácok is. Hát kaptam olyan kritikát, igen, hogy nem hagytam. Aha. Olyan szempontból kibontakozni őket, hogy ötletelhessenek a színpadi dolgokon, stb. Úgyhogy most egy picit idén hátrébb dőlök, és én is nagyon kíváncsi vagyok, hogy... De biztos nem Rákai Filiptől kapta a kritikát, hiszen ő mindenkit dicsért a műsorban. Igen. Na, de és hogy... akkor ez belülről jött ez a kritika, akkor nyilván 3 hétig sírtál. Hát figyelj, nem, mert közben nagyon örültem a végeredménynek, meg egyébként a többiek olyan szempontból nagyon partnerek voltak, hogy egyébként ami megszületett ötlet, az szépen azt megvalósította mindenki. Aha. Csak most annyira a kreatív részében nem leszek ott, viszont nyilván azt a szólamot, ami én leszek, azt ugyanolyan elánnal fogom énekelni. Így van. Nem lehet könnyű egyébként, már megcsinálni a dolgot, meg a többieknek feldolgozni, viszont azért szeretünk a másik oldalon állni, nem azon, ahol te, mert akkor azt lehet mondani, hogy miattad nem nyertünk, te csináltad az egészet, Gergő. Úgyhogy ennyi. 7:30 most jönnek a friss sporthírek, aztán pedig jövünk vissza, már lehet jelentkezni az Óven bácsi és Beru néni című játékra, és szerintem a reklám alatt neki kezdünk, jó? Majd a gyártásnak. Jó. És akkor egyszerűen csak egy olyan produktummal térünk vissza a Morning Show hallgatói elé, hogy besírtam, lebabáztam. Na, ja, nem, lesz. Azt már más csináljam. Morning Show. Klassz. 2 perc múlva lesz 3:48, jó reggelt, szevasztok, sokan kérdezik, hogy mi van az M7-esen, mert ugye kicsit ilyen ellentmondó információk hangzottak el a hírekben, amit nem hiszünk el, egyszerűen nem akarjuk elhinni. Amit a hallgatók írnak, egy biztos, hogy a határ felé a lezárás megvan, a 160-as kilométernél az M7-esen, tehát Nagykanizsa felé van lezárva, itt kamion borult az árokba, többen azt írják, hogy mind a két oldalt lezárta a rendőrség, és a 7-es útra terelnek, kamionos Csabi például ezt írta nekünk, megpróbálunk akkor ennél korrektebben utána járni, mert ugye itt a kérdés, hogy akkor most melyik irányba van lezárva. M6-os Szekszárdnál szintén egy lezárás a 156-os kilométer felé, Pécs felé, nem tudtok közlekedni, a szalagkorláton van egy teherautó, és a 85-ös főúton Csorna felé az 5-ös kilométer körül van kamion az árokban. Vendégünk pedig továbbra is Rácz Gergő, akivel odáig már eljutottunk, hogy nagyon szeretjük a csapatot, már hogy ugye a Full Moon-t most nem annyira szeretjük. Amikor már elmente, akkor már nem szeretjük. Igen, majd, akkor már nem szeretjük, de most igen. És hoztál nekünk egy kütyüt, mert ugye egy olyan videóklipet csináltál, Timeline címmel, ami köszönjük szépen, hogy lefordítottad. Nagyon aranyos volt, azt nem tudom, itt voltál, Jani, beült. Hogy a vihar van, időfonal, én fel is írtam. Idővonal, nekem is megvan. A biztonság kedvéért, ha esetleg való társaságban szóba kerül, legközelebb, akkor tényleg ne üljek ott hülyén, hanem rögtön én dobjam belsőnek, hogy idővonal. Idővel, csak hátradőlsz, és idővonal. Pedig kussolok, de már csak érted, ott lesz az arcom, hanem maga biztos mosoly. És megvagyunk, úgyhogy arra kértünk téged, hogy egy ilyen kütyüvel jelenj meg nálunk, és akkor csináljunk meg mi egy zenét.
Így van, és most itt a szünetben meg is csináltuk. Hogy állunk még, most? Valamit úgy, még rá tudunk mi nyomni? Tehát igen, azért mi szeretnénk benne lenni a Janival. Igen, a dal jellegzetességét szeretném, hogyha rányomnátok. A dal címét, illetve az egész refrént. Aha, még valami egy sékert legalább. Még egy sékert, azt elhetünk. Tehát legyen benne már. Hogy van? Már kipróbált. Így van, így van. Jani, érzed? Ez egy séker? Nagyon jó. Ügyes. Várj, az egyet kell megnyomni. Nem, ez lehet ilyen kiegyensúlyozott. Itt akarok harcoskodni tényleg négynegyedből az egyet, meg és sose sikerült, tök felesleget. Hova füfögjek, főnök? Ide, ebben a mikrofonba. Megyek, várjál, füfögök egyet. Tarszóval a közönséget. Aha, na, Feli, most oda megy a mikrofonhoz, és bele igen? fog füfögni. Aha. Úgy fesszerű. Igen, tegye be a fogát, kedves. Tata, legyen kedves, mert nagyon jött ki a levegő. És akkor valami szöveget, vagy szövegrészletet, és akkor felmondok rá? Na, mit? De... Azt kellene mondanod, hogy szerintem ismered a dal. Állj szállj, baby. Suttogd oda. Vegyél babot, egyél zabot. Ice, ice, baby. Ice, ice, baby. De és hogy meghúztad a végét? Ennyi, de király még vagy. Egyet, még egyet, na, még tudsz még? Ice, ice, baby. Ice, ice, baby. Mondjuk ezt a dalt már hallottam valahol, tehát nem mi találtuk ki a nótát. Én arra gondoltam, hogy csinálunk valami saját dalt. Összeállt a kép, mester? Összeállt. Meg vagyunk? Meg tudjuk hallgatni? Nem hallottuk eddig? Hát hallották. Kicsit halkan, de... Hallott. Mi van? Jó, de hogy toljunk oda, nyomjunk egy plate rajta. Tessék. Hallatszódik? Igen, az van mögött, hogy vegyél babot. Azért ezzel világsiker nem lett volna. Ice, ice, baby. Még te is tudsz itt egy ice, ice, baby. Ice, ice, baby. Egyél babot, vegyél zabot. Jó, figyeljetek, meg vagyunk. Igen. És ennyi, aha, érted? És ebből ez és a csávó halálra kereste magát. Vagyunk? Igen. Na jó, van. Igen, meg vagyunk. Bármilyen hihetetlen, hát, meg vagyunk a sztorival. Jó, így van, tulajdonképpen ezzel a kütyüvel ennél hosszabbat nem is nagyon lehet csinálni. Aha. Nyilván, ami itt a videóban van, ott minden résznél más van. Tehát, hogy arra ez nem alkalmas. Ez most egy ilyen demonstráció arra, hogy egyáltalán hogy működik ez a dolog. Igen. Jó, de az a lényeg, hogy lebuktattuk az egész szakmát, gyerekek. Tehát gyakorlatban Janival ketten meg tudunk csinálni egy dalt. Érted? Ennyi. Figyelj, lehet, hogy nem játssza a Klassz FM, de sok meló nincs is benne. Az biztos. Rácz Gergő, köszönjük szépen, hogy bejöttél, korán keltél, elhoztad ezt a cuccot. Szerintem a világörökség részévé váltunk ezzel az Ice Ice Babyvel. Az lesz majd a YouTube-on a címe, hogy ilyen még soha nem hallottatok. Köszönjük szépen. Nagyon szépen, köszönjük. Sziasztok. 3 perccel múltál, most 3:48, mi pedig már is játszunk valakivel. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mint dúdolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Jó reggelt, hello! Ja, még nincs itt a hallgató, én elbeszélgetek. Hello, szevasztok! Jó vagy. Na, akkor mondom a korrekt infót, hogy az M7-esen mind a kettő oldalon pályazár van a 162-es kilométernél, amit ugye sokan kérdeztetek tőlünk, úgyhogy ez egy fontos információ. És most viszont már itt van a hallgató. Jó reggelt, hello! Jó reggelt kívánok, sziasztok, morning show! Szia, szevasz! Mi a keresztneved, mert még én nem látom ezt. Attila vagyok, Attila. Szegedről. Attila, mi a helyzet Szegeden? Napfény városa, gondolom, egy gram hó nincs, eső sincs, csak napsütés. Igen, úgy, ahogy mondod, most kezd felkelni a nap. Én szerintem napos napra számíthatunk. Napos napra. Egy remélem szép napra. Jól van, akkor figyelj, már mutatjuk is neked akkor, hogy mit csinálnak most Óven bácsiék. Köszönjük, Zsül. Tehát eső, megint eső. Aha. Megint eső, nagyszerű. És akkor jöjjön a dal. Az ének az esőben? Ja, hát igen, átinkértelben igen. Attila, Attila, ne kapkodj, kérlek szépen. Megmutatjuk még egyszer, jó, ezt a rövid részletet. Gondok. Nincs senki, aki segít neked? Egyedül vagy? Jelen pillanatban igen. Aha, se munkatársak, se egy szerető pár. Nincs senki jelen pillanatban. Gondolkodom, és
Lehetne még egyszer a... Persze. ...dal részletet? Persze, még egyszer meg tudjuk mutatni. Láj, na, láj, na, na. Fogalmam sincsen. Igen, gyakorlatilag ott tartok, hogy úgy, ahogy mondott, fogalmam sincsen. Hát ha az, amire én gondolok ebben a pillanatban, azt iszonyú nehéz lesz kitalálni. Mert az nem egy... Nem egy ilyen népszerű nem dal? Nem egy ilyen hihetetlenül ilyen... közismert dal. Aha. Persze ismer, de... Mutassunk egy hosszabb részletet, és akkor... Megkérlek benneteket, hogy igen. Jó, akkor jön a hosszabb. Láj, na, láj, na, na. Láj, na, na, na. Láj, na, na, na. Mondja, bocsánat. Hogy? Louis Armstrong. Hogy van, a nagy Szacsmó. Köszönöm szépen a segítséget. Na látod, csak kibukott belőled. Hihetetlenül tehetséges, énekes, trombitás, kis pajzsmirigy működés túltengéssel. Hát de lehet, hogy attól lett ilyen, a szeme. Attól lett ilyen a hangja, hogy nem csak a szemét, hanem elszorította. Zseni volt, zseni volt. Megvan Attila az ajándékcsomag. Gratulálunk egy dolgot, a fő dolgot azt kivettük belőle, most nekem megmondom, hiszen ha agyonütök, sincs fogalmam sem, hogy mi az. Szerintem azt mondja, hogy... Vagy az most nincs. Nem, hanem én se tudom. Jó, oké, akkor az nincs benne, Attila, ez a lényeg, hogy az nincs benne. Ja, itt van. Azt mondja, hogy igen, de nyakba akasztod, meg sálad, meg sapkád, az van. Klasszabka sál és egy passztartó van, így van, a bögre nincs benne. Köszönöm. Nagyon-nagyon örülök nektek és az ajándéknak. Jó. És szeretnék ezúton is Balázsnak gratulálni a kis jövevényhez. Átadjuk. Átadjuk. Na. Mindenképpen. Köszönöm szépen. Valamint egy kis segítséget szeretnék tőletek kérni. Hát nézd, Attila, ha tudunk, amennyiben, akkor nagyon szívesen a karácsony alkalmából. Tudnátok nekem segíteni. Nem akarom rabolni a műsoridőt, meg senki türelmét, de az az igazság, volna nekem egy fontos dolgom, amit én szeretnék közkincsé tenni. Mondszál. Így az országvilág előtt. Dal vagy vers? Gyakorlatilag egy szép irodalmi művhez hasonló kis megfogalmazás. Na mi az, Attila? Figyelünk. Van egy kis problémám. Volt egy két éves kapcsolat, ami számomra rettenten fontos volt, és ez egy kicsit tévútra szaladt. Én úgy gondolom, hogy sokat hibáztam. Tévútra ment ez a dolog. Én átvizsgáltam, megvizsgáltam magam, és úgy gondolom, hogy a hibáimat felismertem. Aha, és szeretnéd magad visszakönyörögni? Ez nem könyörgésnek gondolom, egyáltalán nem könyörgésnek szánom. Én az érzéseimet szeretném igazából így elmondani, aha, nagy plénum előtt. Hogy hívják a hölgyet, Attila? A hölgyet Évinek hívják, és szintén szegedi. Szerintem ő érzi, hogy én mit érzek iránta, de mégis el szeretném ezt neki mondani. Aha. Egy pársoros üzenetet, ha én beolvashatnék, mert nem biztos. Nyomjuk, Attila, nyomjuk. Biztos, de tényleg csak pársoros legyen. Aha. Igazából tudom, hogy a kapcsolatunk nem szokványos szerelmi szálon indult, de hogy múlt az idő, én megkedveltelek, és a szívem értet kezdett dobogni. Ezek az érzések még mindig részemről fennállnak. Ezért szeretném neked megköszönni, hogy velem voltál, hogy utat mutattál, segítettél, támogattál, kitartottál mellettem. Köszönöm neked a csókokat, a biztató szavakat. És Attila, sajnálom, hogy mit szeretnél tőle? Azt még így tegyük oda, csak mert... Igazából annyit szeretnék érni, hogy amennyiben ő is érez irántam, úgy, ahogy én iránta, meg tud bennem bízni, el tud fogadni bennem, amilyennek vagyok. Én a nagy plénum előtt azt szeretném, hogy legyen a párom egy életen át. Ez egy lánykérés, Attila! Igen. Hát miért ezzel kezdted? Akkor adásban se engedünk. Már kit érdekel? Két héttel egyébként. Két héttel ezelőtt volt egy akciónk, akkor jelentkezhettél volna, mert akkor most még gyémánygyűrűtök is lenne, ha igen mond az Évi. De hát nyilván te nem ezért csináltad, hanem bánt ez a dolog, úgyhogy... Igen. Uh-huh. És annyit kérek tőle, csak akkor, abban az esetben, ha ő is ezt komolyan, és egy életen át gondolja, akkor döntsön mellettem. Ha mégsem, azt is megértem, csak szeretném akkor ezt korrekt módon lezárni. Jó. És ő most nem áll veled szóba? Azért rajtunk keresztül csináltad, vagy azt gondoltad, hogy ez így nagyobb dolog lesz? Nem, én azt gondolom, hogy szóba áll velem, mi tartjuk a kapcsolatot, de én hibáztam a tavalyi gyűrű átadásnál, amikor adtam neki egy gyűrűt, egy gyűrűként, ő ezt úgy gondolom nem érezte át, hogy ennek mi a
mi a jelentősége számomra. Lehet, hogy rosszul is kommunikáltam le, mint sok mindent ebbe a kapcsolatba. Nem volt igazi klasszikus lánykérése, mint ő szeretett volna. Ezért úgy gondolom, hogy... Hát ez sem volt klasszikus, ám nem, nem ez a megfelelő formáj, de mégis azt szeretném volna mondani, hogy nekem fontos, hogy... És így szerettem. Jó, Attila, órákig elhallgatnánk még, de sajnos jönnek a hírek. Most egyébként a Klassz FM hallgatói, a női részleg az bekönnyezett, hogy egy férfi így akarja magát vissza beszélni ebbe a buliba, úgyhogy sok sikert. Majd dobj egy SMS-t, jó, hogy sikerült-e. Köszönöm, srácok. Nagyon szívesen, és veled vagyunk, szurkolunk. Boldog karácsonyt, együtt a karácsonyfalat. Hello. Há, Istenem. Istenem, te szép. És milyen izgalmas lett volna, hogy úgy fejezi be, hogy ugyanitt alig használt karancsgáztűzhelyél. 4 perc múlva lesz 8 óra. Csütörtök van, úgyhogy jön hozzánk a mi Tóth Gáborunk. Ó, Mr. Puliszka. A szeretetünket tudjuk biztosítani, az ölelést, amit a Balástól és a puszit, amit szokott kapni, azt most nem. És reméljük az ajándékokat és az étkeket ő biztosítja majd Feri tortája mellé. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagyágyúi, Sedestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. Jó reggelt, szevasztok, 5 perc múlva lesz 8:45, félrevezető információk az M7-esről. Most már magam sem tudom, hogy mi a helyzet, írja egy autós kolléga, bár itt mentem el nemrégen. M7-es lezárás feloldva Budapest irányában, Nagykanizsa felé pedig továbbra is zárva. Kellemes, békés, boldog ünnepeket kívánok a Klassz FM stábjának, jövőre is csak veletek, Deni. Köszönjük szépen, Deni. Tehát akkor határ felé zárva, Budapest felé pedig lehet jönni. Füzesgyarmaton mérik a Bihar nagy bajon felé haladók sebességét. Ervinke írta, Jászberényben a Gyöngyösi úton mérik a város felé haladókat. Tomaboti, Csornán, Trafi, a Fehér Szeát megint kint áll, a Szombathely felől érkezőket méri, Egró írta. M6-os Szekszárnál lezárva Pécs felé, ez a 156-os kilométernél történt a baleset, az M7-es pedig a 162-esnél van, és akkor még egyszer határ felé nem, Budapest felé oké, az M7-es autópálya. Sokan gratuláltok Balázsnak, mi is ugyanígy vagyunk vele, ugye mi is csak annyit tudunk, hogy hajnalban kaptunk egy SMS-t, hogy srácok, elindultunk. Hát illetve, hogy bent vannak már. Na igen, igen, aztán már később jött, de ugye már, az... Igen, a gyerek már korábban bent volt. Most nem tudjuk, hogy kint van-e, de hogy kint lesz, az egész biztos. A gyerek már benn van 9 hónapja, úgyhogy hívni fogjuk majd Karesz. Balázst. A kis Karesszal is megpróbálunk beszélni, bár ő még nem annyira kommunikatív, mint az édesapja. A kis Karesz Dömötör, pontosabban. Ez lesz a második, a Dömötör. De az biztos, hogy Balázsnak már van sztoria, tehát ha így meg kéne ezt körülbelül fejteni, hogy mi van, rossz ajtón akart bemenni megint, ott kiabált valakivel, hogy azonnal engedjék be, nem volt rá a fejére jó a hajvédőháló és egyebek, de majd meghallgatjuk tőle. Az a biztos, egy dolog viszont még ennél is biztosabb, csütörtök van, 8 óra elmúlt, hogy itt van velünk a mi Gáborunk. A háború elkezdődött. Ivóvizeinket szennyez, az ételeinket mérgezik, az állatainkat pusztítják. Egyre kevesebben vannak, akik még mernek harcolni. Manipulálnak, hazudnak, fogyasztásra ösztönöznek a nagyobb profit érdekében. De van valaki, aki szembeszáll velük, és soha nem adja fel. Génmanipulált élelmiszerekkel árasztom, antibiotikummal szennyezett, lejárt savatosságú ételeket cikkeztek át. Van valaki, aki kimeri mondani az igazságot, és segít dönteni. Az ember, aki értet küzd. Lépj be te is az elmentes övezetbe, Balázzsal! Vigyázat! Hozzáadott színezőanyagot nem tartalmaz. És Balázs nélkül is jelen esetben. Gábor, jó reggelt! Jó reggelt, szervusztok! Egy dolgot meg tudunk neked ígérni, hogy nem fog elhangozni az a mondat, hogy most úgy oda szaladnék hozzá. Igen, oda megölelnélek. Úgy megpuszilgatnálak. Úgy megtutujgatnálak. Igen, most Balázs valószínű mást fog puszilgatni. Viszont legközelebb teljesen akkor kétszer olyan elánnal fog ölelgetni, tutujgatni és bújni. Meglátjuk, hát ez egy ünnep, akkor a Balázsnak többszörösen is, ha jól értem. Így van, karácsony és gyerekszületés. Mit ajánlasz azoknak az anyukáknak, kis
mamáknak, akik éppen most vannak ebben az állapotban, hogy szülés után vagyunk, nyilván ugye a gyerek sok energiát, sok mindent. Hogy jegyezzék meg, hova tették a borítékot. Hát ugye jó, ez egy A tanács, de például mivel lehet ilyenkor helyre billenteni a szervezet egyensúlyát, mert ugye a gyerek egy csomó mindent elvesz belőled, ez rossz szó, tehát ne értsétek ezt negatívan, de az ő szervezetének az épüléséhez az anya szervezete kell. Így van. Azért valljuk meg, hogy megviseli a női szervezetet a várandóság és a szülés. Ez nekem új, tényleg? Ezért ilyenkor a három nagy antioxidánst, a C-vitamint, az A-vitamint és az E-vitamint adjuk. És mondanám, hogy káposzta káposztával, de ilyenkor nem feltétlenül ajánlott, mert az puffaszthat, és ugye ott, ahol hát ilyen műtéti varatok, egyebek vannak, ott ez nem ajánlatos, tehát ilyenkor a hölgyek tudják legjobban ugye azt, hogy ilyenkor egy kímélő diéta, tehát krumpli, alapvetően rizs, kukorica, palma. Miért? Hát szegény anya, hadd egyen már végre, ehet rendesen. Én azt mondom, hogy ilyenkor néhány, tehát hogyha szülésről beszélünk, hogyha várandóságról beszélünk, akkor nyilván mást mondanék, de hogyha kifejezetten szülésről és szülés utáni lápadozásról beszélünk, akkor alapvetően egy kímélő diéta, ugye alapvetően levesek, a krémlevesek, a pirított kenyérkocka, nincs puffasztó étel, nincs, nem tudom, szója. Igazából a diós begli sem rossz dolog, de ilyenkor ez nehéz. Uh-huh. De ilyenkor ez nehéz. És pláne. Tehát a beglit azt lehet, ilyenkor a vércukorszintre azért ügyelünk, a vitaminokra ügyelünk, ilyenkor az étrendi kiegészítők egy picit nagyobb hangsúlyt kaphatnak. Egyébként egy jó köles és zab, köles és zab szülés után azért abszolút vállalható. Remélem, az Balázs, azt mondod, hogy alapvetően ilyenkor a legyengült és kifárasztott szervezetet nem szabad még inkább gyengíteni, megfárasztani valamilyen nehéz ételnek a fogyasztásával. Igen, viszont néhány nap után, azt mondom, hogy 2-3-4 nap után, vagy egy hét után növeljük a szénhidrátokat, ennek nem biztos, hogy mindenki örül, aki hallja. Tehát ilyenkor nem figyelünk most arra, hogy jaj, meg fogok hízni, hanem a Vikinél is én azt mondanám, hogy ilyenkor adjuk, nyilván nem a finomított, hanem a gabonaféléket adjuk, a kölest adjuk, a krémlevesekhez nyugodtan ehetünk, teljes őrlésű kenyeret, rossz kenyeret. És ugye a tejtermelést, az ugye hibás nézet, hogy a tehén tej fogja majd elindítani, szó nincs erről, hanem a tésztás áruk. Tehát ilyenkor karácsony idején alapvetően talán szerencsés helyzetben vagyunk, illetve akár a Viki is, mert meg fog indulni valószínűleg a tejtermelés. A beiglinél azért mondanék olyat, hogy óvatosságra intenék minden szülő anyukát, mert ugye a beigli az elzsírosítja a tejmirigyeket a túl sok zsiradék miatt, és hát nem biztos, hogy ez létre fog jönni, ez a tejtermelés elindulása olyan hatékonysággal, tehát ilyenkor a mákos guba, ami egy karácsonyi... De várja, a máktej az illegális, nem? De mondanám azt, hogy ugye a mákban is azért van zsiradék, alapvetően a tésztás ételek, hát most mondanám azt, hogy vannak teljes őrlésű lisztből készült tészták, reformtészták, de igazából itt a tésztás áruk, süteményfélék, nem túl zsíros, nem túl vajas, nem túl margarinos ételek, a tésztafélék, kenyerek, burgonya, rizs. Azt hiszem, hogy szokták is mondani a szilvás gombócot. Szilvás gombóc, meghozza a kedvet a szoptatásra. Igen. Ja. És nézzétek meg, ugye? Nekem bármit fogyasztok. A szilvás gombóc miből áll? Krumpliból áll, lisztből áll. Nincs benne túl sok zsiradék. Aha. Alapvetően ezek azok a dolgok, amiken észrevették, hogy megindul a tejtermelés, nincs benne sok zsiradék, de van benne szénhidrát. Tehát szénhidrát az segít ebben. Ilyenkor segít, később nyilván majd vissza lehet fogni, hogy ne történjen meg a nagy hízás, de most nem, ilyenkor az indítja. És a szájjal stimulálás. Mármint a gyerek részéről, hát a gyerek, ez így van, Gábor, hát a gyerek indítja semmi be. Semmi rosszra nem gondoltunk, semmi, rá aki kell tenni. Aki gondolt, az rossz. Hát Gábor, bocsáss én meg. Én nem gondoltam hát rosszra, csak nem tudtam, ti mire gondoltál. Mi erre, hogy oda kell tenni a gyereket, és akkor megindul a dolog. Igen. Ez egy feltételes reflex. Úgyhogy most nehéz helyzetben vagyunk, mert egyrészt a karácsonyi menükről szabad pászolt váltanunk. Persze. Másrészt pedig ugye a Balázs, illetve Viki szenvedés története és öröme és a karácsony összefüggéséről is ugye beszélünk, tehát most össze kell hozni két fontos témát. Jó, ez csak ez ilyen érdeklődés volt, ugye ott izzad bent Balázs most csak a kórházban. Csak a sorrendet nem tudjuk, hogy melyik volt előbb az öröm vagy a szenvedés. Egyébként én inkább Balázsnak javasolnék egy jó diétát most, mert ugye tudjuk, hogy a férfiak is megszenvedik azért a szülést, valljuk meg. Itt most a hölgyek egy picit mosolyognak, és azt mondják, hogy jaj, na hát szegény férfiak. Nem, a hálapénz megkeresését szenvedik meg. Illetve a tejfakasztó buli utáni napot. Tehát én Balázs helyében
biztos, hogy reggel bekaptam volna egy kis B-komplexet, egy kis zapkással, tehát ugye a B-vitaminok ilyenkor kellnek, búzacsíra, gesztenye, mindenképpen a szülésre készülni kell mentálisan is. Én remélem, hogy Balázs azokat az elveket, amiket itt mondtunk, azokat most is betartja. Most, de ha máskor nem, legalább most, hiszen most olyan testi-lelki küzdelmeket él meg, amikben szükség van ugye antioxidánsokra, vitaminokra, remélem egy kis savanyúkáposztát is vitt magába. Biztos tehát vagyok benne, hogy az jó, azért annyira ne sajnáljuk már, Balázs nem őszül. Igen. Figyelj csak, ez a B-komplex, ez úgy van összerakva, hogy bacon, plex, tehát hogy szalonnából van. Nem, ezt így még nem hallottam. Ja, B-komplex, ugye igen. Ez lehet. A igen, fene egyen, főleg, pedig főleg B12 vitamin, igen. De visszatérve szóval a Vikinek is egy olyan diétát lehet majd javasolni, amivel nagyon szépen fog tudni. Igen, jó minőségű tejet. Gábor, anya tejet termel. Neked van gyermeked? Igen, két fiam van. Két fiad van. Amikor ti szülni mentetek, az a világ legcsodálatosabb asszonyával, aki a te feleséged, igen. Akkor te tényleg bevetted a B-komplexet, meg ettél egy kis savanyú káposztát? Ugye nem mondod? Hát megvallom, most megfogtál, erre most nem kész, ez váratlan. Nem. Nem, kaptam a hírt, hogy egyébként épp egy könyvírásban voltam, kaptam a hírt, hogy azonnal és mindjárt, és én autóba ültem, tehát ott nem foglalkoztam a B-komplexen valóban. A bevitellel. Igen. Jó, csak ezt a fejezetet még megírom. De érdekes. Annak idején, amikor én még megtettem, inkább az F-komplexet erőltettem, de egyébként ez a B-komplex is nagyon szimpatikus. Jó, akkor ennyit a szülőnőkről, csak úgy gondoltam, hogy majd fölhívjuk Balást, akkor tudjuk ezeket mondani, és akkor térjünk át arra. Káposztával toljon. Arra a témára, amit hoztál nekünk, ez pedig nem más, mint a karácsonyi menü, ami azért egy érdekes dolog, mert például én múlt héten én is, hogy írtam a receptet karácsonyra, azon gondolkodtam, hogy a legtöbb családnak a karácsonyi menü az egy ilyen megdönthetetlen szentség. Tehát már az anyukája azt főzte, ő is ugyanazt fogja főzni. Töltött káposzta, halászlé. Úristen, basszus, meg is beszéltük volna, pedig nem. Tehát, hogy a magyar családok nagy többsége szerintem így működik. Te mit tudsz ilyenkor tenni? Igen. Legelőször is azt kell mondjam, hogy egészségügyi szempontból a karácsony egy picit egészségesebb, mint a húsvét, mert húsvétkor ugye a sonka, meg tojás, tehát állati fehérjék, füstölt sertéshús. Most ilyenkor nem tudom, hogy a hurka kolbász fölkerül az asztalra nálatok, Feri, például. Hát, nem kerül le. Ja. Mégis azt kell, a felvetés. Mégis azt kell mondjam, hogy azért, ha megnézzük, ugye az aszalt szilvával töltött pulykammel, a halászlé, tehát a hal, aha, az alma, a dió, a méz, a fokhagyma, és megvallom, hogy ugye van a karácsonynak egy szakrális része, egy vallási része és egy világi része, és akik ennek a vallásos részét élik, azok, bár hozzáteszem a karácsonyt, én nem tartom bibliai ünnepnek, mert ugye Jézus születését pontosan nem tudjuk, csak a halálát. Ettől függetlenül kialakult egy hagyomány, ezért én magam a karácsonynál egy kicsit hadilában állok ilyen szempontból, de tisztelen, becsülöm azt, aki ezt ünnepli, ezért nálunk olyan óriási karácsonyi ünneplés és lakoma nincs, hozzáteszem. Viszont azok számára, akik mondjuk a szakrális részét ünneplik, ott nem tudom, tudjátok-e, hogy december 24-e az bőjti nap. Bőjti nap, így van. Nagyon-nagyon picit ajánlom is esetleg, hogy karácsony reggeltől, elsőbben karácsony előestéje. Jó, most nálam egy süketfülekre találtál, csak mondom, de azért ajánlom. Már csak azért is, mert 25-e és 26-a azért lakomával fog telni, gondolom. De fölkészíted a szervezetet egyébként, tehát nem volt hülyeség. Ugyanígy a húsvét előtti nagy bőjt, a tavaszi megújulás időszaka, ez mind arra, igen, volt, aha, való, hogy aztán aki okos így csinálja, aki de okos, hát én... tudjuk. Tehát a régiek pontosan tudták, hogy ők lakomára fognak összeülni majd az ünnepekkor, ezért készültek rá, mi meg bele sodródunk az ünnepekbe, tehát ma, nem tudom, ettünk Párizs és már aki ugye szalámi és nem tudom, sajtos szendvicset, tehát mindenféle ételeket, nincsen semmilyen rákészülés, és aztán belezugunk az ünnepbe, amikor meg még kétszer annyit eszünk. Hát szerencsés dolog, hogyha december 24-ét mondjuk egy kis tisztítással, gyümölcsnappal, zöldség salátákkal töltjük. Ez tényleg nem vicc, mert annyira jól fölkészíti a szervezetet, de azért vigyázzunk a lakomákkal. Hát lehet ezt hozni 23-ára, mert nálunk 24-én már mama főz, az anyósom. És ott olyan meg nincs, hogy nem eszem. Hát meg tudod, ilyen így főz. Szerintem, tehát 23-án bőtölnénk, aki akar, és akkor 24-én belecsapnánk a lecsóba. Abszolút, lehet. Illetve december 24-én a régiek már azért este, vagy hát vacsorára már ettek. Ilyenkor volt ugye dió, méz, fokhagyma, hús nélküli bableves és mákos guba. Nem biztos, hogy szerencsés, ugye egész nap az ember nem eszik, és este jól belakmározik, tehát ez sem biztos, ez elég jól hangzik.
Azt kell mondjam, hogy a bab, a borsó, a mák, ugye azt tudjuk, hogy a bőségnek a jelképe, és egyik sem hús, tehát abszolút belefér egy húsmentes diétába is. A fokhagyma, a méz, ezek egészséges élelmiszerek, amelyek a karácsonyi vagy ünnepi hagyomány részei, de az úgynevezett lakoma, a karácsonyi lakoma, no, ott kezdődnek a nehézségek. Uh-huh. És ugye azóta, amióta ugye a török időktől fogva Magyarországról a törökök mindent elvittek, ami nem sertés, aha, és Magyarország átállt egy alapvetően sertés. Meg ami nem volt lecsavarozva. Ez a kettő tűnt el. Egy alapvető sertés hús alapú kultúrára tértünk át a török idők után, és az a baj, hogy nem tértünk vissza a régi, én azt gondolom ősi szokásokhoz. Ha megnézem Nyugat-Európát és más országokat, Távol-Keletet, akkor azt látom, hogy nem feltétlenül a sertés az alap, hanem visszaálltak, illetve átálltak a reformtáplálkozásra, sok esetben rossz kenyér, teljes sörlésük, rehem, a zab, ugye Ausztriától kezdve nyugatra már abszolút elfogadott, és Magyarország megmaradt, megrekedt ebben a sertés alapú világban, és ezért jó, hogy a pulykáról és a harról itt beszélünk, mint húsfélék, illetve azokról az ételekről, amelyek nem hús tartalmaznak, és itt a hüvelyesekre gondolok, aha, amelyek nem könnyen emészthetők, tehát egy lencse, egy bab, de nem teszünk rengeteget az ételbe, hanem inkább megmutatjuk neki. Hát én már ugye füstölt gabonakolbász, tehát nem füstölt. Igen. Te Isten. Jó, de azért ne felelkezzünk meg, mondjuk az élettani szempontból azért sokkal jobb, vagy sokkal pozitívabb hatásokkal rendelkező mangalicáról. Mert hogy azért a mangalica az, igen, mostanában ugye az utóbbi néhány évben felfutott Magyarországon, és azért sokkal, de sokkal soványabb a húsa, mindenféle szempontból azért sokkal jobb, mint a hagyományos. Igen, nem szeretném bántani a magyar mangalicát nyilván. Ne is, mert többen vagyunk. Ne is, mert itt, akik szeretik. Rázavarnak egy kondát valahol itt a de nagy, azt higgyük, hogy koleszterinmentes a mangalica. Jobb konstrukció. Szeretnék említést tenni a kókuszról. Itt a, mint ősi magyar hagyományos növényzet. A kónsági kókusznál nincs. És itt említeném, hogy én egy kicsit kilépek a karácsonyi hagyományok közül, és én abszolút megpróbálok új receptúrákat, és szerintem ez nem bűn, hogy ismerjük a hagyományokat, és kilépve találtam a piacon egy olyan fantasztikus, és Jani meg is illatolta, meg egy olyan kókusz olajat, kókuszsírt, ami a Fidzsi-szigeteknek az aromája, azt hiszem ez egyértelmű vált. Majd nekem is megmutatom. Maga Fidzsi van benne, érezted? Hát figyelj, beleszagoltam, és már vissza is mondtam a repülőjére. Az egy hangulat. Semmi értelme, nincs oda menni ebben az üvegben, benne van az egész Fidzsi-szigetek, minden, amit tudni kell róla, és minden, ami miatt érdemes oda menni, de egyébként tényleg valami olyan fantasztikus kókusz eszencia, illat árad belőle, ez hogy biokókusz, ez hihetetlen. Ez biokókusz olaj. Ez csak azért mondom, mert aki szeretne mondjuk ajándékozni valakinek, tehát ezek lehetőséget kínálnak arra, hogy... És hoztam Janinak is kókuszvirág cukrot, ami egy 35-ös glikémiás indexű a 100-hoz képest, ami a szőlőcukor. Uh-huh. Tehát egy diabetikusnak számító cukor. És de kókuszízű. Kókuszízű süteményekhez kókuszliszt, kókuszvirágcukor és kókuszolaj használható. Én megmondom őszintén, hogy használni is fogok, ilyenkor uh-huh. az ünnepekkor. Tehát a kókuszpuszedli már önmagában így akkor... Igen, muffinokhoz használható a kókuszliszt, a biokókuszliszt használható süteményekhez, és 20% fehérjetartalma egy biokókuszt vagy egy kókuszlisztnek, uh-huh. ami azért nem kevés, hogy a pulykamellnek 24% a fehérje, jó, hogy ez egy más típusú fehérje. Hogyha azt szeretném tőled kérni, hogy mondjuk menjünk azon a vonalon, hogy az előbb említett alapvető karácsonyi ételek, amik a magyar családok asztalára kerülnek, de valaki azt mondja, hogy nem akarok a hagyományoktól elszakadni, tehát nálam lesz halászlé és lesz töltött káposzta. Tudunk-e azon okosítani egy kicsit? Tehát tudsz-e mondani két olyan trükköt, akár a töltött káposztával kapcsolatosan, amivel egy picit egészségesebbé lehet tenni? Igen. A mákos gubát például nem fehér kifliből készítjük, ilyen egyszerű, uh-huh. hanem egy korpás, esetleg rozsos, teljes örlésű, magvas kifliből, uh-huh. ilyen egyszerű. Ma már azért nagyon sok helyen kaphatóak. Tehát én a fehér kiflit azt hanyagolnám. Aha, mákos helyébe... guba szezám maggal. Igen, így van. Így van. Tej helyett kókusztej vagy rizstej esetleg? Igen, kókusztej, rizstej, ezeket használjuk abszolút. Így van, köszönöm. Tehát nem tehén tejet, igen. Igen. A reform kalács az akár csicsókával, most már ugye megint van csicsóka a piacon, illetve valamilyen reform liszttel, zappehely liszttel, kevés rozslisztel, durum liszttel, tönköly liszttel készül. Aztán zabos áfonyás muffin
receptúrát is gyűjtögettem. Hogyha szabad, elküldenem majd, és van kedve a kedves hallgatóknak majd ezekre rákeresni, akkor szívesen küldenék a saját magam kereséseiből ezeket a recepteket. Nem én találtam ki teljesen, hanem átalakítottam már meglévő recepteket, úgy, ahogy az én szájzem szerint. Aztán reform kókuszgolyó, szintén zabból, kókuszliszttel. Ez is valami ősi csángó recept? Nem, ez reform vegetáriánus recept. Hát a töltött káposztát ugye mi dióval készítjük, és egy hagymás alapon diót, darádiót. Csak dió van a töltelékben? Rizs, barna rizs, dió, aha, és ezt gyúrjuk össze ugyanolyan fűszerekkel, mint a húsos töltött káposztát. De hagymás alapon készítem el a diót. Ha netán valaki elég bátor, egy kis sörélesztő pejhettesz bele, enyhe sajtos íztat neki, és ezt gyúrjuk össze a barna rizzsel, illetve ezt töltjük bele a káposztába. Nem mondom, hogy ugyanolyan íze lesz, de hasonló, és a fűszerezésen is ugye itt sok múlik. Nem maradhat ki nálunk a rántott zabszelet, aminek az íze nagyon hasonló egyébként a halhoz. Ezt a kutya fel, rántott zabszelet? Tehát fogsz egy zabszeletet, bepanírozod? Nem. De mitől lesz annak hal íze? Tehát ez nem azt jelenti, hogy édes zabszeletet veszek és bepanírozom, hanem megfőzöm egész sűrűre a zabot. Sós, hát ilyen glutamátmentes különböző bioleves kockákat használok, és ebbe megfőzöm. Amikor kihűl, akkor a gyúródeszkán teljesen megdermed. Aha. És ezt szeletelni. És abszolút szeletelhető, panírozható, kisüthető, attól függ, hogy milyenre ízesítem, attól függ az íze is, és akár olyan fűszer keveréket lehet hozzátenni, amitől olyan íze lesz, amit mi szeretnénk. Nagyon magas a B-vitamin, kálcium, magnézium tartalma. Aztán fölöntünk a garatra egy kis zöld turmixszal. Azt gondolom, hogy nem hiányozhat az asztalról. Igen, paradicsomos cukkin is kölest fogok megpróbálni egy kis pirított szezámmaggal, de palacsinta és gofri is lesz nálunk, zappehelisztel, kölesliszttel, áfonyalekvárral. Hát ilyen módon fogunk mi ünnepelni. Még, hogy nálatok nincs karácsony. Elkárhoztok ti hedonista az biztos is. Te nyilván nem foglalkozol ugye az alkoholos italokkal, ezt már többször azt elmondtad. Azt majd a Feri viszi, meg de... a zenét, úgyhogy menjünk hozzátok vacsorára. De hogy ilyenkor nagyon sokan szoktak készíteni házilag tojáslikört, vagy valamiféle itókát. Vigyázni kell valamire? A tojással például? Szerintem a tojáslikőben nem biztos, hogy a tojással fogunk vigyázni. Ugye itt hát az alkoholos italoknál nem is tudom, hogy fogalmazzam, óvatosan bánunk. Van, aki aperitívnek fogyasztja, van, aki az étkezés után. Én megmondom őszintén, hogy ha valaki elfogyaszt egy kis limonádét, és ez most furcsán fog hangozni, mert amennyiben a gyomorsav képzés a cél, az nálam a gránátalmalé és nem, a citrom. Nem nálunk, nálunk átlag embereknél. Tehát nem a gyomorsav a kérdés. Az a kérdés, hogy jó legyen az íze, érted, és jól érezzük magunkat. Folytasd nyugodtan. De egy kupica gránátalmalé, az nem finom? De nagyon finom, nagyon jó. Csak nem ugyanaz a töltete, mint a házi tojáslikörnek, érted? Jó, hát ezt nyilván mindenkire rábízom. Arra vigyázzunk, hogy a gyomor karácsonykor, illetve ünnepekkor mindig megsínyli az evést, és hogyha valaki, mondjuk karácsony másnapján, harmadik napon, tehát mondjuk 26-án, amikor a gyomor elég sok savval dolgozott, legújít egy pohár pálinkát éjgyomorra, akkor számoljunk azzal, hogy a gyomornak az egyik részén, úgy nevezük, hogy a kis görbületén fekélykezdemény alakulhat ki. Vagyis az amúgy is savval telt karácsonyi gyomor később bizony válsághelyzetbe fog kerülni. Ezt csak azért mondom, hogy a karácsony utáni időszakban én védeném a gyomrot krumplis ételekkel, nem támadnám. Jó, tehát akkor úgy van, hogy ugye a pálinka bedobása előtt egy kis szelet füstölt csülök kenyérrel, az megágyaz. Ugye? Tehát az a lényeg, hogy ne így áll éhi gyomorra. Igen, nem teljesen nagyon erre gondoltam, jó tanács volt. Ez Gábor tényleg nagyon az alapszabály az, hogy vigyázzunk a gyomrunkra, mert nem most lesz ennek következményem. Hanem majd tudom később. Januárban azt fogják érezni emberek, hogy jaj, sok a savam, jaj nekem, és akkor ilyen gyógyszer, olyan gyomorsav lekötő, ezt most el lehet kerülni. Aha, tehát a januári depresszív hangulat, amit mindenki szokott mondani, ugye hogy január 20-valahanyadikán van az év ilyen legborúsabb napja, már így a lélekben, meg agyban, az már annak köszönhető, hogy karácsonykor ugye ezt elkezded elni. Idén is ki fogom próbálni, hogy jön-e a letargia január végén. Idén is, én gyerekek, beáldozom magam. Egyébként nem véletlen, hogy a párolt lilakáposzta és a krumpli püré ott van a kacsasült mellett, mert mind a kettő gyomorvédő, és egyébként a párolt lila vagy piros káposztát előszeretettel javasolom az átlaghoz képest dupla mennyiségben, mert egy rendkívüli védő antioxidáns hatása van a párolt lila káposztát, tehát bőven készítsük, és ne csak kacsasült mellé, hanem más ételek mellé is adjuk ilyenkor.
Így van. Tyúkhús, leves, lila káposztát. Nem. Majd szóljuk bátran. Nem, és nem is a kókuszos muffin mellé gondoltam, de sós ételek mellé. Jó, Gábor, nagyon köszönjük neked az egész évi jelenlétedet. Hát, a hallgatóink nevében is, nagyon sokan szeretik a rovatot, nagyon sokan kedvelnek téged is, és sokat használják azokat az ötleteket, tanácsokat, amiket itt elmondasz a műsorban, még akkor is, hogyha mi időnként ezeket szétpoénkodjuk, vagy igyekszünk szétpoénkodni. Nagyon örülök neki, és én is köszönöm a kedves hallgatóknak a leveleit. Én magam is sok levelet kapok, és látom itt az SMS-falon is folyamatosan jönnek a levelek. Nektek is köszönöm, hogy együtt lehettünk. Én azt gondolom, hogy hangulatot is teremtett ez a műsor a sok jó tanács mellett, és bízom benne, hogy előre vívő volt így az egészségnevelés terén is. Igen, idén már nem találkozunk, ugye jövő héten már karácsony van, ilyenkor aztán a két ünnep között megint nem vagyunk, de akkor január 5-e után, mi 5-én indulunk, akkor már csütörtökön jössz, gondolom. Igen, szeretnék jönni, hogyha lehetséges, illetve készültem nektek egy kis meglepetéssel, ha kimentek innen a stúdióból, akkor egy bőségasztalt terítettem, lényegében reform ételekből. Hát remélem, hogy Feri is tud majd válogatni. Balázsnak is készítettem egy kis ságabalc mag olajat, Janninak kókuszvirág cukrot. Ja, igen. És hoztál csicsok a sűrítményt is, ahogy látom. Azt le tudom saját nyomni, hogyha egy kis Norvég Black Metalt hallgatok mellé. Saját fejlesztéseimből is készítettem egy kis látásélesítő formulát és egyebeket. A lényeg az, hogy ki mit választ. Kis reformalma chips is van, híjas, kóstoljátok meg. Remélem, hogy hasznos lesz így a karácsony. Lehet, hogy mégis megöled ezeket. Hát itt a végén, csak összebújjuk egy kicsit, hogy tényleg köszönjük az egész én évet. Is köszönöm. Balázs mindig azzal szokott búcsúzni, úgyhogy ezt a hagyományt nem törjük meg, hogy mi volt a mai reggelid. Én ma egy kókuszkrémet készítettem, és árpakására tettem rá. A kókuszkrém az biokókuszlisztből, az itt általatok is megillatolt kókuszzsírból készült. Rákentél egy kis fidzsit. Kókuszcukrot. Igen, egy kis fidzsit. És teljes örülésű kenyérre kentem ezt a kókuszkrémet almával, illetve a kenyér mellett pedig az árpakása is ott volt. Tehát. És egyébként egy szelet mézes. Semmi extrázás. Egy szelet mézes kenyér, asszal tálfonya volt mellette. Na azért. Megmondom őszintén, egy picit én már most készülök a lakomákra, és én már nem fogyasztok ezen a héten olyan sok durva nehéz ételt. Aha, uh-huh. Ami jellemző rád egyébként. Igen. Egész évben a durva nehéz ételek fogyasztása. Gábor, további jó étvágyat kívánunk, és boldog karácsony. Köszönöm, és nektek is boldog új évet. Köszönjük szépen. 5 perccel múlt el 8:30, jövünk vissza a hírek után. Morning Show. A Klassz FM-en. 1 perc múlva 8:45. Gyerekek, hogy itt mi van? Az egyik szülni megy, a másik nem tudom, kávét főzni. Mi történik itt, Laci? Kérlek szépen, te vagy a műsor házigazdája, ma te vagy a szerkesztő, csapj szét, de valaki jöjjön vissza. M7-es még továbbra is megvan a lezárás a határ felé. Pápa-Tapolca fönn rendőrautóból mérnek, ez pedig Lajos írta nekünk. Nagyon sokan megköszönték Gábornak egy válasz SMS-ben az, hogy elbúcsúztatta az évet. Nem ennek örültek. Köszi Gábor, hogy már nem jössz. Nem, jó volt, hogy itt volt. Nagyon is nagyon sok hasznos dolgot elmondott nekünk ebben az évben. Ezeknek egy részét megfogadtuk, a másik részét pedig nem. Hát nyilván az életmódunkból kifolyólag azért vannak bizonyos dolgok, amiket nem fogunk az ő kedvéért sem. Kinek hány százalék jutott ebből a megfogadandóból, de tényleg nagyon köszönik neki, és mi is köszönjük, hogy jövőre biztos, hogy vele találkozni fogunk. Figyelj, majd ebben az évben már utoljára. A Márkos Beiglit mondta, azt lehet enni, úgyhogy enni is fog. Valószínűleg 6,5 kilót. Te már meg vagy. Hölgyeim és uraim, a következő a helyzet. Itt van a férfi, aki nyilvánvalólag minden lehetséges hibát elkövetett a mai reggelen, amit szülés közben el lehet követni, mert nem ő lenne az, aki... Apuka! Jó reggel! Hello! Jó reggel! Hello! Ott van a kezedben a kis karcsi? Nem, egyelőre egy tároló és egy vizsgáló között vagyok. Kicsit eltévedtünk. Hát így éjszaka, illetve pontosabban éjszaka folyt el a magzatvíz, de várt a kis karcsika. Bali, várja lassabban, egy picit tagoltabban, mert nem tudja írni a bulvár. Igen, félek is, hogy mennyire hűljek, mert az, hogy a kicsit hűlök, az üzes megírják, azt pedig a viti nem tudja. Viccet csinált a második gyermeke érkezésében? Nem, illetve úgy szokták, hogy viccet csinált a második gyermeke érkezésében. Ennek a fiúnak semmi se szent, humorizál a saját gyerekével, ha többet tudni akar a valóságnak. Keres az újságosokat. 6 óra 30 perckor megérkezett a kis mágua. És ez az új név? Jó. Nem, hát nézd, voltak névötletek, aztán a Viki egyszer csak ott láttam, hogy nagyon fáradt, odaszólt hozzám, hogy Balázs, legyen Gültem. És mondtam, hogy hát szerintem a Gültem picit fura. Jó, legyen az. De ha azt mondod, Viki, legyen Gültem, hát akkor legyen Gültem, úgyhogy a kis Gültem megszületett, itt van. Megérkezett 2 kg 8 annal, tehát majdnem 3 kg egyébként, nagyon érdekes volt, mert
Az az orvos, aki megvizsgálta, amikor ugye lemezik a kiderült, hogy fogász. Lábméret, stb. Kiderült, hogy fogászkettő, igen. Mikor mondták, hogy fejkörméret, nem tudom, 34, akkor mennyi? 34, mennyi? 34, akkor beírom. És aztán sóhajtott egyet, azon nagyon jót mosolyogtam, de pontban fél hétkor megérkezett. A kis sebesség gyűltem pokaimú. A kis sebesség gyűltem harmadik neve Mágua megérkezett, úgyhogy nagyon-nagyon fogtam a Vikinek a kezét, nagyon fogtam a fejét, aztán szóltak, hogy ez egyel arrébb van a műtő, úgyhogy meg... És hogy ő nem a Viki, és hogy ő is mondták, hogy ő is éppen szült, de őt Andrának hívják, és nem az enyém, mert egy kislány lesz, és Szonya, menjek át a másik műtőbe, átmentem, megtaláltam, ott is nagyon szorítottam. Aztán átzavartak a fejéhez, mert mikor 3 percet beszéltem a lábához, akkor mondták, hogy kerüljen meg. Kiderült, ez már a gyerekfeje. Kiderült, ez már a gyerekfeje. Igen, de jól van, nyilván csak humorizálok, egészséges, úgyhogy minden a lehető legnagyobb rendben van. Iszom nagyon a teát, hogy megjöjjön a tej. De hát az mi is nagyon, de, mindenképpen. De figyelj, nagyon iszom, egyelőre nincs előtejem, de remélem, hogy a tea meghozta, már egy 1,5 liter benyomtam a tejhozó teából, úgyhogy szolidaritok. Figyelj, mondta egyébként Gábor, hogy most nagyon fontos, hogy a Viki megfelelő mennyiségű B-komplexet fogyasszon, később pedig, hogyha már magához tért, akkor újra adagolhatod neki az F-komplexet is. Jó, de Gábor mit mondott volna, hogy egyen meg 1,5 kiló felsált? Hát igen, igen, fura lett volna. És hogy nem halljuk a kis gültempokaimú mágó a sírását? Hát mentél egy másik épületbe? Itt vagy? Úristen, elájult. Most állítál. Elvágott a infúziót. A kis mágó a titulam már az első szopizáson. Tök jó. Igen, miután szopizott, rátettem a Vikire is, úgyhogy ott is. De jól van egyébként, abszolút. Igen, a döbbenet ez egyébként az, hogy ott ültem tényleg, amikor kiveszik, és az embernek van egy csomó félelme. Úristen, a másodikat fogod-e tudni ugyanúgy szeretni, meg milyen lesz. Meg tudod, ha már van egy, aki nagyon komplex, aztán megszületik, és abban a pillanatban úristen, minden ilyen kétséget. Úristen, senki olyanra fog hasonlítani. Igen, mondtam a Vikinek, hogy örülök, hogy jól vagy, azt majd később megbeszéljük, hogy miért fekete a gyermek. De hogy... Mindenki egészséges, a lényeg. Úgyhogy egészséges, jól van, és hát egy zabálnivaló kis tündér, egy kicsi sapka van rajta, nagyon helyes, fogtam a kezemben, már egy órát nálam volt, a Vikinél is volt. Úgyhogy, de az egy kicsi kis sapka, minden... ez nem lehet. Hát igen, nyilván az a anyám bevásárol, de... Figyelj, azt nem hisszük el, igen. Egy emberként áll az ország a történés mellett értetlenül, ha te tényleg mindenféle akadályoztatás, mindenféle balfékség nélkül beértél a szülőszobába, és tehát nem rossz ajtón mentél be, nem kiabáltál olyan éjszakás nővérrel, aki a valami egész igen. Más részlegen dolgozik. Mint 5 évvel ezelőtt apuka a szülőszet egyen följebb van, ez szülőszobában. Nem, képzétek el, hogy a második azért már valahogy tényleg sokkal nyugodtabb. Tehát ez egész olyan rutinszerűen megy, hogy elfolyt a magzatvíz, akkor elmentem, lezuhanyoztam, mondtam, hogy mégsem mentek be, úgyhogy elfolyt a magzatvíz. De nem, tényleg, szóval, hogy beültünk a kocsiba, bejöttünk, nyugi volt, éjszaka volt, kevesen voltak az utakon, nem rohant, nem pánikolt. Tehát van valami olyan rutin tényleg az emberben, ami egyszer csak így előjön. Megtaláltuk a helyet, jó helyre jöttünk, igen, nem az újszülött osztályt ébresztettem fel hajnalba, úgyhogy rúgdáltam az ajtót, mint 5 éve. Úgyhogy ilyen teljesen zökkenőmentesen ment a dolog, úgyhogy tényleg, és ezt beértünk ilyen egy körül, és fél, akkor meg is született, halálosan, nyugodtan. Ezúttal a szülészorvos elapozgatta a szakirodalmat. Igen, 5 évvel ezelőtt mi megkérdeztük, Balázs, ön ezt hogy csinálnál? De most nem. Tartsa már egészségesen könyvet, még nem látom az ábrákat. És ne reszkessen a keze lehetőleg. Na jó, van, gratulálunk. Az a félelmed, amit ugye most már mi hónapok óta hallunk, hogy nem fog aludni a gyerek, az már szerte foszlott. Tehát születés után 1 órával aludni. Hát ez tök jó. Hát a Bennyhez képest ezzel mindenképpen előrelépés van, a gyerek ebben a hónapban már aludt 1 órát. Hello, szia, köszönjük, hogy velük még megint elájult. Gratulálunk. Gyorsan én is mellé feküdtem, és aludtam 1 órát. Azt mondják, hogy azért itt a kórházban nyilván ez mindjárt. Tehát majd, amikor hazamész, de hát mi mindenre fel vagyunk készülve, figyelj, az a dolga, hogy sírjon, tehát ezzel nincs baj. Jó, ha, majd 2 év múlva biztos ez mondod. Az a dolga, hogy sírjon, nem akarom lesírjon. Ez úgyis rajtatok csattan, de a gyermek egy tündér. Tehát figyelj. Nagyon cuki, nagyon formás, imádom, szeretem, pisilában, megpuszilgattam, megszagolgattam, úgyhogy nagyon. Hát a tiéd még kipuszilgassa, érted? Nagyon kizabálni. Figyelj, és, és már úgy hallottam, hogy azt mondta, hogy apa, nézd, postaláda. Nyilván, hogy beszél. Igen, már valami ilyesmit mondott volna, mondom, egész jó, nem rossz, hogy újszülöttök. Nézzük, akkor most mennek-e a kártyatrükköt. Így van. És mentek? Nézd, apa, postaláda, és van benne egy bankszámla kivonat, majd hozzászoksz kicsit, minden nap jön 2.
Tudod, mit akarok mondani? Hogy azt mondod, hogy a kórházban nagyon csendes, és ott alszik a gyerek. Nem beszéltél esetleg a főorvos úrral, hogy kibérelnéd az egész? Hogy ott tudjátok-e hagyni. Szintet, hogy ott lehet esetleg hagyni, mert itt alszik. Igen, mondták, hogy 2 napúval már hazaadják, mondtam, hogy ez biztos, doktor úr, nem lehet itt ráhúzni még 1 hetet esetleg úgy, hogy beköltözöm. De mondták, hogy 2-3 napúval úgy néz ki, hogy ma hazajön, de mondták, hogy azért igen, itt a kórházban általában azért még nyugisak nyilván, tehát ebből a nagy következtetést nem lehet levonni, de hát a sír, szóval azzal sincsen semmi baj, mi már azért itt túl vagyunk a Bennyvel 1-2 dolgot. Tényleg az ember valahogy így a másodikra azért ezt már egészen flottul és ügyesen intézi. Jó, ezt én sohasem fogom megtudni, sajnos. Hát ezt. Sajnálod. De te a 20-at sem intézted volna flottul. Mindenit. Mire számítsunk holnap, hétfő, kedd? Benézel még az idén, vagy január 5? Mert mi már jeleztük, hogy akkor mi vagy sem. Van bent még szabadságunk. Holnap szerintem vagyok, hétfőn is vagyok, hát a retronom, nem vagyok, persze, vagyok. Hát ma kellett ugye itt helytállni apukaként, meg segíteni a gyermeket, meg a Vikit, de holnap 6-tól 10-ig abszolút jó vagyok, úgyhogy megyek természetesen. Ma egész nap itt, meg rohangálok, meg délután ugye hozzuk be a Benit hozzá, de holnap vagyok reggel. Hát bejöttek ide akár mind a 3-an, vagy 4-en is, hát a padlószőnyeg új, mosogatógépünk is van már, érted? Már ugyanolyan, mint egy újszülött. Gábor hozott csicsokapürét. Gyújtunk egy gyertyát, aztán érekelünk. Én menne vagyok. Ennyi. A Vikit kicsit nehezebben menne, hát igen. Nagyon szépen köszönjük az SMS-t, amiben Janit és engem meginvitáltál a tejfakasztó bulira. Az időpontot és a helyszínt elfelejtetted megküldeni. Jó, tehát igen, azt még várjuk. Jó, de majd mindenféleképpen küldöm hétvégén, vagy jövő héten lesz a bilet, tehát 24-én az ajtó nyitva, de sose jöttök. De ahogy ígérted, hogy Mészáros Dóri is ott lesz, és elnyomja nekünk a hétfátyol táncot, akkor mindenképpen megy. 13.53-at mondtátok sokszor? Persze, meg már itt van Kokó, úgyhogy jön kokokint hozzánk. Ja, tényleg, ő azzal kezdte, hogy milyen jó fej volt tegnap, hogy jótékonykodtál. Hát egy kicsit igen. Aranyos, igen. Na majd elmesélj. Nem hogy erről ne beszéljen sokat. Igen, voltam tegnap, igen, nagyon helyes kis ételosztás volt, jó volt, igen. Jól van, na úgyhogy ne reménykedjetek, holnap vagyok, úgyhogy érkezem. Jó? Jól van, hát sok boldogság. A bulvárnak üzenjük, hogy ebből a sok bolondozásból csak a fél komolyat írja meg, hogy nehogy aztán itt komolyan vegyen. A gültemet és a vinettet. A gültemet és hogy másik nőnek fogtam a fejét, és igen, ahhoz hozzábeszéltem, úgyhogy csak humorizáltunk. Figyelj, a bulvár csak akkor vesz komolyan, hogyha ügyvéddel üzensz neki. Egy Balázs rossz szobába ment a szülőszobába. Ennek a srácnak semmi se szent. Na jó van, elengedünk, csókoljuk őket. Megölelgettem a kis gyermekemet. Meg sziasztok. Jó. Boríték. Tudod, ne felejtsd el, dupla mint a múltkori, mert az ciki volt, kevés volt. Kártyát inkább pinkóddal. Megyek, mert azt mondogatja a kis gültem, hol vagy, apa, hol vagy? Persze, nyilván. Na jó van, szevasztok, pusziuk a Vikit. Szevasztok. Hello. Szia. Milyen boldog a hangja, látod. Csak megérte ez a sok szenvedés eddig. Majd egy évfélig múlva beszélünk, amikor nem alszik a gyerek. Holnap biztos, hogy lesz még élménybeszámoló, úgyhogy még egyszer gratulálunk, és jó egészséget mindenkinek, de az élet nem áll, megjön a hármasugrás. Hát, na, gyerekek, ez volt. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Jó reggelt, szia Zsolt! Jó reggelt, kívánok, sziasztok! Szia Zsolt, honnan beszélsz? Kecskemétről vagyok, hallottam itt végig mindenütt, a Balázsban beszéltetek. Így van. Örülünk neki. Ja, ezt akartam kérdezni, hogy csatlakozol-e a gratulálók átadjuk tömegéhez, vagy maradsz így van, azon az oldalon. Anna bekapcsolt már, én meg itt hallgattam, hogy pinkód, meg boríték, ez lesz. Egyébként nagyon szépen köszönjük amúgy mindenkinek a gratulációkat, természetesen mindegyiket át fogjuk adni egyenként, úgyhogy holnapra is már meg vagyunk. Mama, jól van, gondolom. Persze, mitől ne lennék, stramanyuk, anyuka. Jó, kezdjük már is a játékot, az első ajándékunk az ugye egy passztartó. Így van, hármas ugye, és milyenek a kérdések, Jani? Hát nem túl nehezek. Azt mondja, hogy nyakba akasztó. Igen. Közül. Ki játsza az idén bemutatott Noé című film főszerepét? Jézus. Russell Crowe. Ez a király vagy. Már a nyakadban érezheted az akasztó. Azt mondja, hogy második kérdés. Sálsapka. Igen. Melyik ország tartományait nevezi kantonoknak? Skócia. Ne kapkodj, S-sel kezdődik, meg se hallottuk. Igen, Európa. Európa? Kanton? Spanyol.
Hát... Na jó, Svájc. Svájc lett volna. Így van, így van. Ezeket a kis szövetségi államokat, mert hogy ezek azok voltak, illetve azok is valójában ezeket a tartományokat kantonoknak nevezik Svájcban. Igen. Hát most már legalább tudod, Zsolt, minden esetre köszönjük neked a játékot, vigyázz magadra és boldog karácsony. Viszont kívánom, én is nektek. Szia, hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Sok-sok éve hagyományosan karácsony előtt már a rászoruló családok és gyerekek javára folyik a gyűjtés, amelynek egyik ikonikus arca Kovács Kokó István, akit egyébként is kedvelünk, szeretünk, de ilyenkor meg lehetőség szerint még jobban. Úgyhogy azt az ölelést, amit Gábornak nem adtunk át, azt Kokónak se fogjuk. Jó? Tehát ölelkezés nem lesz, de jó szolgálati nagykövetként elmondhat majd itt néhány olyan eredményt, amire reményeink szerint mindenki jogosan büszke, mert hogy lehetőség van arra, hogy az ember beszálljon ebbe a gyűjtésbe. Én már most indítok is egy hívást a 13.53-ra, biztos megnézi a hívás listámat, ha bejön. És nehogy baj legyen belőle. 2 perc múlva 9 óra, a friss hírek után jövünk Kokóval. Hölgyeim és uraim! Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofonnál az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ladies and gentlemen, ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 1 perc múlva lesz 4:10, jó reggelt, szevasztok mindenkinek. Ha valakinek volt még kérdése azzal kapcsolatosan, hogy hol a főnök, akkor az elmúlt óra végén a beszélgetés szerintem mindenkinek minden tisztába tett. Így van, a kis máguával volt. Az elmúlt órában. Az elmúlt órában egy árnyékot helyiségben egyébként, hogy nehogy valami info kiszivárogjon a dologról, úgyhogy jól van, mindenki egészségesek, Viki is, a kis mágua is, ahogy egyelőre ugye titkosan nevezzük a férfit, embert, a hímálatot, aki már beszél az édesapja szerint. Holnap pedig már lesz, természetesen, és ő fogja eldönteni a fekete-fehér igennemet, hogy ki lesz az univerzum császár ebben a játékban. Pápa Tapolca főn rendőrautóból mérnek, Lajos írta nekünk, Csorna belterületén mérnek, messzejárótól kaptuk, Füzesgyarmaton mérnek, a Bihar Nagybajon felé haladók sebességét, ezt Ervinke írta. Állítólag az M7-esen való lezárás most már teljesen megszűnt, ugye Budapest irányában nem is nagyon volt, Nagykanizsa felé elég komoly torlódás alakult ki, mert a 7-es számú főútra terelték a forgalmat, ott egy kamion az árokba borult. Ha mentés megkezdődik, akkor viszont gondolom, hogy vagy újra visszazárják, bár ez még nem biztos, hogy feloldották. Ha valaki most arra jár, akkor várjuk tőle a közlekedési információ. Kaptunk ma egy nagyon kedves ajándékot, egy Sárbogárdi cukrászdából, nagyon szépen köszönjük. Tortaszeletek vannak benne, én azt hittem, hogy beigli, és megráztam. És miután kicsomagoltam, akkor derült ki, hogy torta volt benne. Köszönjük szépen! Igen, és legyetek kedvesek, írjátok meg, hogy milyen torta volt, mert most már azonosíthatatlan a tört. És az a baj, hogy ebben semmi vicces nincsen, tehát gyakorlatilag nem színeztem ki a történetet, ez történt. Picit megráztam, szerintem beigli karácsonyban kinyitottam, és nem tortaszeletek. Illetve hát félelmezhetőleg valamikor tortaszeletek voltak. Annak idején. A szakértők még dolgoznak az ügyen. Ígértük nektek, hogy velünk lesz Kovács Kokó István, és ez meg is történik. Szevasz, Kokó! Jó reggelt! Jó reggelt! Hello! Most már évről évre visszatérő vendégünk vagy, és ennek mi nagyon-nagyon örülünk. Mi magunk ezt nagyon is szépen köszönjük. Nagyon szívesen, ugye mi magunk is a 1353-as segélyszám mellé. Kérem a telefonokat, nézem, meg tudom mondani. Mutatni neked? Mondja, tessék! Igen. Azt mondja, hogy 1353. 1, 2, 2, ez nem a tavalyi? Igen. 3. Nem, ez már az új telefon. 4. Nagyon szépen köszönjük. Ez most az 1000 forint. Igen, mert az 4 embernek adtál melegételt. Köszönjük. 250 forintba jön ki egy melegétel. Itt a legfelső pont, ugyanannyiszor hívtalak benneteket, hányszor a feleségemet és Balázs. Tehát, ez mutatja a jelentőséget. Nagyon szépen köszönjük neked is, és a kedves hallgatóknak is, az elmúlt 2 évben fantasztikus módon teljesített a Klassz FM hallgatói köre. Nagyon sokat és nagyon nagyszerű segítségben részesítettek minket, és talán az idei év ez egy nagyon különleges, hiszen a Jónak lenni jó kampányban is ott lehettünk, és nagyon sok területen tudtuk megmutatni magunkat, hogy hogy és miként dolgozunk, és talán így még több emberhez eljutott az üzenet, hogy ez a fajta összefogás, meg a szeretet ereje, meg a sok-sok minden, amit az emberek, talán egy picit pont erről beszélgettünk, hogy az elmúlt években, nem mondom, hogy lejáratodott, de nagyon sok embernél megjelent a kérdés, hogy vajon jó helyre adom-e, és ezzel az állandó jelenléttel, meg tényleg azt mondom, hogy a Facebook aktivitásunktól kezdve, a weboldalon keresztül követhető információn keresztül szép lassan talán az emberekhez elért az, hogy igen, van olyan segélyszervezet, amelyik nem csak arról szól, hogy amikor ételt kell osztani, az is nagyon fontos, akkor ott vagyunk, amikor egy cipőt kell szerezni valakinek, akkor szerzünk, az is, de hogy ennél sokkal tovább mentünk mi, és mi
elsősorban tényleg arról szól az egész éves tevékenységünk, amihez ez a gyűjtés is most kapcsolódik, hogy segítsünk azoknak a bajba jutott, szegény sorba került embereknek, akiknek nem nagyon van lehetőségük, esélyük arra, hogy visszakapaszkodjanak, és velünk együtt haladjanak az úton. Tehát, most egy levegővel akartad elmondani az egész óra témáját. Ha nem szólok közben végre, én ennek nagyon örülök, csak én egy kicsit kivadoznám ezt, jó? Mert nem sietünk ennyire. Tehát az elsőleges célunk nyilván az, hogy a 1353-as hívószámot rögzítsük az emberekbe, ugye ezt lehet SMS-ben is küldeni, egy akármilyen karaktert elküldesz, már én ugye próbálkoztam mindennel, egy A betűvel, egy számmal, mindent. Tegyük hozzá, csak olyan telefonról tudják elküldeni, amelyiknél az, vagy olyan telefonszámon, amelyhez a szolgáltató engedélyezte az emeldíjas hívást. Tehát, hogyha valakinek nem sikerül, akkor az kérje el a szomszédjának a telefonját, vagy a barátjait, mert van olyan, akinek automatikusan a szolgáltatója nem engedélyezi, ezt engedélyeztetni kell, vagy talán fordítva van olyan, aki letiltatta magának nagy véletlenül egy rossz SMS küldjön el, vagy rossz számot hívjon. Tehát kell engedélyeztetni az emeldíjast, mert ez egy emeldíjas hívás, 250 forintot jelent neki, meg persze nekünk is a fogadó. Az SMS is, és a hívás is, ugye? A hívásnál pedig egyszerűen csak fölhívom a 1353-at, meghallgatom, ha akarom. Ha akarja, hanem... Ha nem, meghallgatja, és ott is a 250 forint, ott is a 250 forint. Jó, ez egy fontos dolog volt. Tehát mondom, a mai beszélgetés célja elsődlegesen az, de én azt mondtam neked, hogy szeretném egy kicsit jobban megnéznénk ezt az egészet, és ezt pontosan azért kéne csinálni, mert az elmúlt időszak történéseiben mindannyian hallottunk olyan esetről, amikor, és akkor most nagyon szépen fogalmazok, nem oda ment a pénz, ahova azt szánta annak a felajánlója. Mi az, amit ti tudtok mondani a hallgatóknak, hogy figyelj, ha te fölhívod, SMS-t küldesz, akkor nyomon követhető, meg tudom neked mutatni, itt van, gyere el, menj föl a Facebookra, weboldalra. Ennek több útja van, és teljesen természetes, hogy ma már egy segélyszervezetnek be kell bizonyítani az adakozók felé, hogy ő igenis jó célra költi, és megfelelő méretben költi el ezt a pénzt. Azt senki nem várhatja el, hogy 100 forint adományból 100 forint el is jusson a vég célba, pontosan azért, mert egy segélyszervezetnek a munkájában nagyon sok olyan szakemberre van szüksége, amit meg kell fizetni. Nálunk, és nem csak nálunk, hanem nemzetközileg ez egy standard, hogy 100 forintból 85 forintnak el kell odáig jutnia, tehát maximum 15% fordítható, és azért nem nevezem ezt működési költségnek, mert az a legkevesebb egyébként, nem is annyira működési költség, hanem a logisztikától kezdve, akár az, hogy átláthatók legyünk, és nemzetközi komoly céggel auditáljuk a tevékenységet, hát és a könyvelés, ez is mind pénzbe kerül, tehát nálunk tökéletesen követhető, és évről évre az egyik legnagyobb Magyarországon is működő külföldi auditáló cég vizsgálja a könyveket, és nálunk tökéletesen megfelel minden egyes elvárásnak a cég működése. Nevezzük cégnek ezt a segélyszervezetet, de gyakorlatilag ez egy óriási nagy összefogás, amely több ezer önkéntessel is tevékenykedik. Ami csodálatos dolog, és ami nagyon-nagyon könnyen ellenőrizhető teszi a működésünket, az rengeteg önkéntes, aki ott van velünk, és látja, hogy milyen tevékenységet folytatunk. Tehát én is azt mondom, hogy ha valaki adakozik, az arra megkérem, hogy menjen fel a weboldalunkra, vagy a Facebookon jelöljön be minket, és kövesse a tevékenységünket, vagy ha van ideje és energiája, úgy, mint a Balázs, jöjjön el velünk egy nap, és nézze meg, hogy tevékenykedünk, hogy dolgozunk, akkor utána garantáltan meg lesz az a fajta bizalom, hogy nem attól múlik, nem azon múlik az adakozása, hogy most bízik bennünk vagy sem, hanem már csak azon múlik, hogy van-e rá kerete, meg tudja engedni magának vagy sem. De visszatérve egyébként erre az átláthatóságra, ez egy segélyszervezet számára élethalál kérdése is, mert hogy csak egyszer derüljön ki, hogy mondjuk nem adom ennek a pénzek, nem olyan formában, stb. A következő évben megnézhetik magukat, mert nem lesz adó 1%, nem lesznek adományok, gyakorlatilag ellehetetlenül. Nézd, mi ugye ez a külföldi szóval ez a NGO, tehát a non-government organization kategóriába tartunk, tehát nem államilag támogatott szervezetről beszélünk. Mi elsősorban a támogatóink, a rádióhallgatók, a nagy cégek jóvoltából vagyunk olyan lehetőségben, hogy segíthetünk. És ezt a fajta tevékenységünket ezt most már 20x éve folytatjuk, és most már legalább 10-12 éve egyre emelkedő stádiumban vagyunk. Vannak külföldi projektjeink is, amelyeket elsősorban különböző európai uniós támogatásokból nyerünk el, vagy más külföldi segélyszervezetekkel együttműködve nyerünk el, de elsősorban itt a Kárpát-medencében és Magyarországon, és most már egy jó pár éve váltottunk erre az irányra, amit az előbb elkezdtem mesélni, hogy mi nem arról szól az életünk, hogy ilyenkor karácsonykor, amikor jön a hideg, akkor megpróbáljuk rövid időre megoldani a problémáit az éhező embereknek. Erről is szól, ezt ne felejtsük el. Erről ezt továbbra sem felejtettük el. De ennél sokkal fontosabb az, hogy kiutat találjunk a kiutat kereső családok számára. Tehát, hogy ennél fontosabb feladatot most nem nagyon látok magam előtt, vagy a segélyszervezetek előtt, tehát ahogy mondtuk, nagyon fontos megtalálni azt az egy pár cipőt, aztán odaadni valakinek, akinek az hiányzik, de attól neki még nem lesz sokkal jobb az élet. Hát egy darabig van cipő.
cipője, de a következő cipőjét nem tudja megvenni. Mi azt szeretnénk, hogy azt a cipőt saját maga meg tudja vásárolni, magának is és a családjának is. És ez egy nagyon nemes, nagyon nehéz munka, amely nem csak karácsonykor zajlik, hanem januárban, februárban, márciusban, amikor az emberek lelke egy picit kérgesebb, és talán nehezebb eljutatni hozzájuk a 13-53-at, mert januárban nincs miről beszélnünk, hiszen mi dolgozunk, tevékenykedünk, de nincs karácsony, nincs advent, nincs hát, a szeretet. Könnyebben adakozol ilyenkor, igen, tehát azért igen, a karácsony igen, szelleme átlengi. Ezt érezzük, ez teljesen természetesen. A 13-53, bocsánat, az egész hétben az van? Azt megkaptuk, az bármikor lehet hívni, tehát holnap is, holnap után is, januárban is, februárban is ugyanúgy várjuk az adományokat, mint ahogy egyébként nem csak ilyen programokat indítunk be, ami mondjuk adventhez kapcsolódik, vagy nem csak ez a családok felzárkózhatását segítő központokat üzemeltetünk, hanem iskolakezdés előtt akkor iskolacsomagokat állítunk össze, szintén a nagycsaládosok részére. Ha van valami természeti katasztrófa, reméljük, hogy nem lesz, de beszélhetünk Kolontáról, vagy a Nagyárvízről, akkor is egy egészen más történet van, így van. Tehát mi minden egyes egyébként a segélyszervezetektől elvárható feladatnál odaállunk, és rengeteg olyat is magunkra vállalunk, ami egyébként mondhatni csúnya szóval akár állami feladat is lehetne, de az állambácsi úgy látszik erre most nem tud időt, energiát fordítani, ezt most nekünk kell megoldani. Na, beszéljünk erről a bizonyos földzárkóztatásról, mert nekem elárultál már néhány mondatot, vagy mi beszélgettünk ugye az adásba kerülésünk előtt, és én ezt így nagyon-nagyon nyitott és örömteli szívvel hallgattam meg, hogy itt ténylegesen nem csak erről van szó, amit elmondtunk ideig, hogy itt egy adag étel, iskolacsomag, amikor iskola kezdés van, ha baj van, ott vagyunk, hanem előre próbáltok gondolkozni, illetve előre gondolkoztok, fogalmazzunk így, és valami olyat akartok az embereknek adni, ami hosszú távon a saját segítséged tudsz lenni saját magadnak. Ez hogy működik? Az országban közel 20 intézményben elképesztő sok emberrel dolgozva próbálunk olyan feladatokat megoldani, mint például a munkaerő probléma, vagy a munkahely találás, vagy akár a munka megkeresése, vagy egy szakmának az elsajátítása. Tehát, hogyha ha olyan családokra találunk, és jelentkeznek hozzánk olyan családok, akik felvállalják azt, annak az ódiumát, hogy itt most egy évig egy oktatáson mennek keresztül, akkor egy év alatt el lehet sajátítani olyan elképesztő szakmákat, ezt nem is gondolná az ember, hogy szinte nulláról a mezőgazdaság alapjait, vagy az állattenyésztés alapjait, ami után egy saját önálló kis gazdaságot vezethet otthon. Hát, akkor most egy kicsit a kötözködőt előveszem, jó? Igen. Megtanultam állatot tenyészteni, mezőgazdászni. Az alapokat megkapod hozzá tőlünk. Na, mert ugye ez volt a kérdés, hogy ott állok mondjuk nagy családosként, sok gyerekkel, mindennapi megélhetési problémával, nagyon aranyosak vagytok, hogy engem megtanítotok, de nekem nincs arra pénzem, hogy megvegyem az első tehenemet, hogy legyen egy 2 hektáros földem. Ez mind még a mi feladatunk, a te feladatod az, tehát ez Kastély és Dombon üzemel, és most már nagyon szép eredményekkel több családnak sikerült kilépnie a mi irányításunk és a mi vezetésünk alól. Kastély és Dombon fogadjuk a nagy családokat, természetesen nagyon komoly vizsgálatok alapján lehet oda bekerülni. Tehát most ez nem arról szól, hogy most itt telefonálnak be hozzátok azok az 5-6 gyermekkel rendelkező nagy családnak számító családok, akik úgy érzik, hogy ez egy jó ötlet lehet. Nekünk olyan emberekre van szükségünk, és csak olyan embereknek tudunk segíteni, akik ők maguk is akarják ezt a fajta munkát, vagy el tudják fogadni azt, hogy ez tehát egy állattenyésztésben, vagy a mezőgazdaságban nincs vasárnap. Ott tehát nincs, a disznónak ugyanúgy sem. Így van, bizony. Így van. Ez egy nagyon komoly dolog. Nagyon komoly felelősség az ő részükről is, viszont mi megadunk minden olyan lehetőséget, hogyha megvan az elhatározás és a szándék. Kastély és Dombon üzemel full profi szakemberekkel, Gödöllőt végzett, Agrártudományi Egyetemen végzett, felkészítő tanárokkal, képzőkkel, oktatókkal, akik egy év alatt gyakorlatilag átadják azt a szakmai tudást, hogy aztán valóban az alapcsomagot megkapva, mind mezőgazdaságban, mind pedig az állattenyésztésre gondolok, tehát a kezdő csirkét, malacot és a többit, ami kell egy kis háztájéba, azzal el tud indulni, és Kastély és Dombon van rá lehetőség is, hiszen ez a falu, ez egy, mint ahogy egyébként Budapesttől távol esve nagyon sok ilyen faluval lehet találkozni, ha nem is kihalásra ítélt, de nagyon sok migráció, van, így van. Gondolom. Egy ilyen üres házat saját erőből szépen rendbe hoznak, de természetesen ez sem egy ajándék a számukra, hiszen ezt a későbbiekben közmunkával, vagy bármilyen segítséggel neki vissza kell majd szolgáltatnia. Tehát itt mi nem adunk semmit ingyen. Ha más nem, tanulással kell mindenért fizetni, de ha ezen végig megy, most már én voltam ott lent egyszer, és találkoztam több olyan családdal, akik valóban megtalálták az életüket újra. Tehát gyakorlatilag kilátástalan helyzetben voltak, és a 13-53 most szegény számra megérkező hívásokból sikerült annyi pénzt erre a projektre fordítanunk, hogy ott most már önállóan élnek, nevelik a csirkét, nevelik a malacot, a helyi
Hát egyrészt ugye majdnem kétszer akkorára duzzadt a falu, tehát ott az élet is beindult a faluban. Így van az élet, ahol visszatelepülés. Tehát gyakorlatilag egy település is megmentettetek így van, ezzel. Így van, így van. Hát most még azért mentődik, mert oda még azért elfér majd szerintem még jó pár de család. De jó úton jártunk. De nagyon jó úton járunk, és ilyen intézményeket szeretnénk majd máshol is nyitni. De egyébként nem csak mezőgazdaságra, hát Szolnokon szintén hasonlót, azt hiszem Varodát üzemeltet a segélyszervezet, tehát más szakmákba is bele-bele kóstolgatunk, és ez egyébként a szakmáknak a tárháza pedig azt kell, hogy mondjam, hogy korlátlan. Tehát hogy gyakorlatilag jó ötlettel, komoly szakemberekkel és megfelelő pénzmennyiséggel bármilyen irányba el tudunk ebben indulni, így van. Óriási. Tegnap volt ételosztás, ahol egy új apuka is részt vett. Azt mondta, hogy ne beszéljünk róla. Jól állt neki. Fie, a Balázs most mondhatjuk, mert nincs itt. Ő nagyon sok ilyet csinál, de csak ő nem szereti ezt, hogy ő kint áll ebben a dologban. Ugye kétféle ember van, aki vállalja ezt, mert amikor egy híres ember egy ilyen kezdeményezés mellé áll, akkor mindig kétféle hang nem van. És én nagyon örülök, hogy egyébként te már ezzel nem foglalkozol. És én ugyan ez vagyok, mert én azt gondolom, hogy ha te odaállsz, az egy példa. Tehát és mindig jön három ember, mert megteheti, hagyjuk a fanaszba, nem, te azért vagy ott, hogy utat mutass azoknak a nagy tömegeknek, akik szeretnének valahogy segíteni. A Balázs, ő azt mondja, hogy ő megteszi, de ő nem akar erről hallani, de most szerencsére nincs itt, mert szülni voltak. Milyen volt a pasi tegnap? Teljesen normális, úgy, ahogy egy ilyen szituációban viselkedni kell. Tehát nem szeretem ezeket a nagy idézeteket, és valószínűleg rosszul is idézném József Attilát, aki azt mondta, hogy nem vár el senkitől, hogy csodát tegyen, de mindenkitől elvárja, hogy emberként viselkedjen bármilyen körülmények között. És ő abszolút ember, hát ti ismeritek jól jobban, mint én, talán a rádióból vagy a bulvárból lejövő arca vagy képe nem biztos, hogy mindig olyan hát emberi arca. Így van. De amikor szituációba helyezett, tehát amikor találkozik azzal, hogy most itt bizony meg kell fogni a munka végét, ő volt a tésztás, én voltam a húsos, jövőre már lehet esetlegesen húsos. Előrelépett. A uborkáig még én sem jutottam el, pedig 10 éve hoztam. Az a vége, az úgy mit föltenni. Igen. Áj, de szép feladat. És ezért bármilyen furcsa, persze nem egy megerőltető dolog fizikálisan, de lélekben azért igen. Tehát amikor ott állunk az asztalnál, és nem fogy a sor, és jönnek, és ránk csodálkoznak, és persze sok ismerőssel is találkozom most már itt a 10 év alatt, azért az embernek elszorul a szíve, és nagyon jó eső érzéssel távozik onnan el ő is, meg persze mi is. És megint csak a 1353-as számot kell említenem, mert hogy közben, hogyha ha tetszik, hanem a kedves hallgatóknak azért arra kérjük továbbra is, hogy támogassanak minket ezen az adománygyűjtő telefonszámon, mert például egy ilyen 1000 ételes ételosztás, pont erről beszéltünk ott a Balázsról, hogy szinte hihetetlen, de a sorban állóknak a jelentős részének elképzelhető, hogy ezen a héten vagy ez volt az első, vagy ez volt az utolsó, vagy akár az egyetlen meleg étel, és ez valóban egyetlen telefonhívásba kerül, akkor az embernek igenis, ahogy mondhatni kutya kötelessége, ezt elengedni, ezt a hívást, ha megtehetjük, hiszen mi szerencsés helyzetben vagyunk. A sorban állóknak a nagyon nagy része nem tehet róla, hogy oda kényszerült abba a sorba. Biztos van az általános vélekedés ellentétben, bocsánat, hogy a szabadba vágok, ezek sok esetben ezek az emberek már nem hajléktalanok, nem utcán élő emberek, hanem nagy családosok, akik adott esetben egy-két étkezést így tudnak megoldani. Így van. Nekünk nincs is jogunk, és nem is akarunk szelektálni, hogy itt csak a nagyon-nagyon rászorulók. Az az ember, aki úgy dönt, hogy beáll a sorba, az nálunk már mindenféleképpen érdemes arra, hogy megkapja ezt a meleg ételt. Akár valóban rászorul, akár nem. És egyébként ebben a sorban tényleg vannak akár, ha nem is azt mondom, hogy jól szituált emberek, de olyan emberek, akin látszik, hogy egyébként minden rendben lenne, de valóban nincs meg már az a tartalék, hogy 20-a után már valóban fogy az a pénz. Itt a karácsony, sok mindenre kellhetett azért a költség. Tehát... gyerekek, neki mekkora lelki teher először beállni a sorba. Tehát azt mondod, hogy te rendes családapa, rendes családanya vagy. Aki beáll, az már bizonyít ezzel, hogy neveled a három gyerekedet, megpróbálsz mindent, és ott állok, és muszáj beállni. Én találkoztam, nem itt, még Angyalföldön osztottuk az ételt pár évvel ezelőtt, és én találkoztam egy egykori bunyós társammal, aki bent állt a sorba, és lehajtotta a fejét, és én mondhatni átnyúltam az asztal fölött, és így felemeltem az állat, hogy nem kell szégyelni ezt. Igen, nem kell ezt szégyelni, mert bármelyikünk kerülhet ilyen szituációban, miközben hihetetlen, itt ülünk az asztalnál, mindenki jó módban él, nyugodt családi háttérrel, de csak egy nagyon egyszerű példát mond az ember, van egy tanár, házaspár, van két gyermekük, elválnak, az egyik utcára kerül. Akármennyire is egy értelmiségéről beszélünk, az, akinél a két gyerek marad, az ott marad a lakásban, a másik pedig valószínűleg az utcára kerül. És mit tehető arra, hogy egy házasságból el kellett mennie?
és aztán akkor most hirtelen, ha elengedjük a kezét, és nem próbálunk meg neki segíteni, és most akár ez az egy tál melegétel is egy segítség lehet abban az adott pillanatban, ha lélekben, testben, mindenben nem támogatjuk, akkor elveszthetünk egy embert a társadalom számára. Meg ennél rosszabb, nincs jogunk pálcát törni senki felett. És ennél rosszabb nincs, amikor egy többségi társadalom lemond arról, aki bajba került. Tehát amikor az előbb mondtam, hogy az embertől igenis elvárom minden körülmények között, hogy emberként viselkedjen, az állat nem tesz ilyet. Tehát az állat nem engedi el a csordában, csak ha már tényleg el kell engednie, az ember viszont hajlandó átnézni fölötte, sőt, a legrosszabb az, amikor úgy érezzük, hogy egyébként meg adakozunk, amikor tényleg, és azért mondtam, hogy nézzenek utána a 1353-as telefonszám mögött mi rejlik, tehát hogy a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet munkáját nézzék át, és aztán bízzanak meg bennünk, ha bizalomra érdemesek vagyunk, mert annál rosszabbat nem tudok, mint amikor megáll a pirosnál az ember, és odalép hozzá a koldus, és akkor kiadja azt a 200 forintot, de rá se néz a koldusra, és úgy érzi, hogy ezzel megvan mentve a lelki üdvössége. Nincs. Hát a sajátodat kicsit mented. De nem jól fogalmaztam, tehát hogy nem célban nem ér a dolog, nem segítettél, nem. Kicsit magadat megnyugtattad, igen, de meg tudod másként a 1353-on nyugtatni, és tudjuk, hogy jó. Egyrészt, másrészt pedig, bocsánat, ott van ugye a honlapotok, illetve a Facebook oldalatok, amiken folyamatosan frissülő információk, igen, vannak a tevékenységetekről. Hát a Facebook az gyakorlatilag most már nagyon komoly követéssel van, és azt lehet mondani, hogy egyébként a Facebooknak sokat köszönhetünk ilyen értelemben, mert rengeteg önkéntesünk van. Tehát éves szinten több ezer önkéntessel találkozunk a különböző feladatok elvégzésére. Tehát nem csak a logisztikai feladatok, hiszen azért most már közel 20 létesítményből álló hálózatot el kell látni, akár egy ilyen ételosztásnál rengeteg emberre van segítség, a pakolásoknál rengeteg emberre van segítség, amikor természeti katasztrófa van, akkor nem is kérdés, akkor több ezer emberre van segítség, de az, hogy ennyi ember bízik meg bennünk, és a szabadidejét, mint ahogy Balázs is tegnap a szabadidejéből, hát gyerekek, az asszony várandós volt, és ott töltött velünk ebből egy órát, miközben valószínűleg az agya már azon kattogott, hogy hamarosan így van. Ezek nagyon fontos dolgok, ezek csodálatos dolgok, és hogyha mindezt még megspékelik ezzel a 250 forintos ajándékkal, segítséggel, akkor meg ezt a munkát tényleg egész évben úgy tudjuk végrehajtani, követhetően, ellenőrizhetően, ahogy azt mi elterveztük annak idején. Így legyen, jövőre is visszavárunk, és akkor nem felejtjük el majd évközben sem a 13-at. Most akkor húzzon bele még mindenkit az adventi időszakban, ugye aranyvasárnap még előttünk, aztán meg a szép karácsony, hogy legyen ez egy kicsit szép másoknak is, akik rászorulnak. Kokó, nagyon köszönjük. Én köszönöm. Sok sikert a munkátokhoz. Köszönjük szépen. Morning Show. Klassz FM-en. Aj, szerettem ezt a beszélgetést a Kokóval, jó volt, nem? Hát igen, abból a szempontból igen, hogy nagyon-nagyon pozitív és nagyon-nagyon jó munkát végeznek, abból a szempontból meg ugye nem szereti az ember az ilyen jellegű beszélgetéseket, mert csak azt mutatja, hogy nagyon-nagyon sok rászoruló van az országban, de hát mi meg azért vagyunk, akik megtehetjük, hogy segítsünk, hogy hívjuk a 1353-at, vagy küldjünk rá egy SMS-t, és próbáljunk meg azoknak az embereknek segítőkezet nyújtani, akik erre rászorulnak. Igen, ebben igazad van, de én ilyenkor mindig arra gondolok, hogy az nem az én hibám. Érted, hogy sok ilyen ember igaz, van. Persze. Azt viszont meg tudom tenni, hogy segítek. És akkor most azon keseregni, hogy ők miért jutottak ide, nyilván el kell rajta gondolkozni, de hogy amikor meg tudjuk adni a segítséget, például a 1353-mal, akkor igen, azt megtegyük. Hát ezt meg. A kesergést én másképpen empátiának nevezem, így. És ezért hívom, illetve ezért küldök SMS-t a 1353-ra. Sokan kérdezitek az M7-est, hogy akkor most mi van, mert elhangzott már az is, hogy minden rendben, az is, hogy nem, nincs minden rendben továbbra sem, a 160-as kijárónál lezárás van, a kamiont most mentik ezt Hontalan 62 is megírta nekünk, és még Peti is, de még, ő már azt írja, hogy a kamion már talpon, de a lezárás még megvan a 162-es kilométernél, tehát a határ felé teljes a lezárásot nem lehet közlekedni. Gyorsan megnézzük, hogy mi mindent hoztunk össze a mai napon, hát ugye a legnagyobb dolog az, hogy ma a főnök nem érkezett meg, már nem itt ennek mi örülnénk, hogy nincs itt. Yes! Ja. Csak egy kicsit, viszont, hogy megérkezett Gültem, aki a Károly fedőnév alatt látta meg a napvilágot, de azóta már a Mágua és egyéb nevek is az övéi. Illetve a Pokai Mú is, és valószínűleg mindegyiknek annyi a valóság alapja, mint a Pokai Múnak. Pokai Mú, illetve most még dobjuk be a Pocahontas, mert az ugye egy lánynév, és akkor teljes a káosz. Az egyik kedves hallgatónk írta tegnap talán, hogy az lenne a legjobb, hogy a Sebestyének hívnák a kicsit, már mint a keresztneve Sebestyén lenne, és akkor Sebestyénként anyakönyveznék. Ez gyakorlatilag a világ minden pontján meg a helyét, nem kell cserélgetni. Hogy melyik a keresztneve? Szerinted? A keresztneve, érted. Vendégünk volt reggel 7 órától Rácz Gergő, aki két dolgot viselt nehezen. Egyrészt, hogy ugye korán kellett kelnie, másrészt, hogy velünk kellett egy dalt megcsinálnia, tehát
ez is itt egészen komoly volt, de ahogy szoktuk volt mondani, kifújtuk a szakma órát. Tehát nekem itt ki, ne jöjjön hát, senki. Azt nem tudjuk, melyik szakmáig, de kifújtuk. De ki, tehát nekem itt senki ne jöjjön azzal, hogy zene, meg ízé, meg hogy rakod össze. Hát milyen dalt csináltunk? Miért? Na miért? Hát egy rakás szóval. Ja. Megmutatjuk. Morning Show. Ez történt a Morning Show-ban. Ez itt a Morning Show. Köszönjük, Zsül, gyönyörű de volt. Holnap ismét itt lesz velünk, és egyéb információkat Csemegyékkel fog származ szolgálni, ugye a gyermek születéséről. Tehát ha bárkinek kérdése van, hogy vállalja a második gyereket, mit kell csinálni, hogy kell profinak lenni, akkor holnap így Balázstól, ugye? Így van, mert Balázs akkor már 25 órája hozzá tud szólni a témához. Szevasz, Csabi! Jó reggelt, és szeretnék én is csatlakozni a nagy tömeghez, és gratulálok a Sebestyény családnak. Nagyon köszönjük, a 1353-at hívtad már? Mutassam a telefonomat? Igen, igen. Most ellenőrzzük mindenki. Egyébként azt hiszed, hogy vicces vagy, de mutass. Igen. Egyébként tudtam, hogy majd rá fogtok kattanni arra, hogy én még csak egyszer. Elég. De majd folyamatosan. Nem kell, látod? Az a második hívás. Az, ja, az utána. Neki felhívtam, hogy ő is hívja. De drága, vagy, jó van. Tényleg hívja mindenki most itt karácsony előtt. Lélekbevágóan fontos az, hogy egy jó 1353 a 250 forinttal segítsünk. De azért kíváncsi lennék rá, hogy mi volt abban az SMS-ben, amit a Laurának küldtél. Biztos nem az, nem hogy hívja 1353-at, hanem az, hogy nem Petre Zsémes klub legyen, hanem inkább rizsa. 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 Gyerekek, az nem rizsa, hanem rizs. Ismeritek ezt a viccet? Nem, de meg nagyon kíváncsi, nem vagyunk viccet mesélni. Azok mesélnek viccet, akik nincsen humoruk. Gültem, erről eszembe itt a gültem. De szemetek vagytok, aljasak. De az, nem tudom, ti figyelitek-e a számokat, vagy hogy a számotokra, vagy ti számokra számolják jelentőséget elvétve. Annak, hogy nem tudom, kinek mi a rendszáma, a születési dátum, stb. Azt tudjátok, hogy a Balázs 18-án született. Igen. A Benett is 18-án született, és hányadika van ma? 18-a. Ezt add össze. De mi az összefő? Hát 3x18 az... 666. 54. 3x18... Az 666. Maga úristen. Úristen, itt az 18. Antikrisztus. Nem, de most komolyan. Ez hogy lehet? Hát, ki van számolva? Programozott szülés. Ügyesek, tudod. Tényleg. Nekem nem ezt mondták. De, hogy is. 18-a mind a három férfi. És mondom. A Viki? Ezt megdöbbentő. Azt nem tudom. Aha. Mondjuk 4-án született. De na azért kérdeztem, miért az, hogy ő 9 vagy 2018? Tehát ő 36-án születette, vagy 9-én? Ja, bocs. Még egyszer elment a hang. Eljutok ezt az asztal. Na. Hogy készüljenek a klassz hallgatók a karácsonyra, Csabi? Hát úgy, hogy hallgassák a Klassz FM-et, mert van. Hogy folytatódik a Klassz karácsonyjáték, erre utaltál, gondolom, vagy, erre, vagy kíváncsi. Igen, megint csak lesz ez a csengettyű szó, minden órában egy dalt megjelölünk a csengettyű szóval, ennek a dalnak az előadójával és a címével, meg egy könnyű kérdésre adandó válaszsal, megint két személyes, két fős, két éjszakás szállodai tartózkodást lehet megnyerni, és mondom, hogy ma hova lehet eljutni, többek között 5 csillagos szállodák vannak, több is. El lehet jutni Fehérvár Csurgóra, ahogy már tegnap is mondtam, van az ország első illatos szállodája Sikondafürdőn, oda is lehet nyerni. Ezekben ráadásul nagyon sok helyen van wellness használat is, és bármikor felhasználható. Nem egy hétvégét, hanem bármikor két nap. Ez nagyon jó hangzik. Oda lehet menni. Figyelj, azt mondanám meg nekem, hogy nézd közelőbb itt az egyik kereskedelmi csatornát, a TV2-nek a műsorát, és hogy hirtelen feltűntél a képernyőn, az miért van bent? Hagytak egy casting kazettát? Képzeld el. Vagy na, hogy beszél valami műsorban? Dehogy is. Benne van? Nem, a Ferinek mondom, hogy dehogy is. Neked mondom, hogy benne vagyok. Van ez a Nagy vagy című ilyen vicces portos. Hát engem nem hívnak, érted? Megértem. Lehet megértem, hogy miért nem. És nem is nézel ezért. És akkor ott én ilyen csapatkapitány. De jó, és nyertetek? Ja, nem szabad elárulni. Nem szabad egyrészt elárulni, másrészt meg van a csapatkapitányok között a Katus Attila. Legyőzhetetlen. Aha, tudom, hát ő, ha megfogja foggal, érted, erre mered. De inspiráltad a gyerekeket? Hagysál, mert kitaposom a beled! Győzni jöttél! Ennél csúnyábbakat mondtam csak. Igen. Közben a nap hallgatóját. Halló, tessék! Miért így? És még szólunk is a háttérben. Bizonyám. Istenem. Hát azt mondtad volna, hogy Morning Show, akkor most te lennél úgy a nap hallgatója, hogy kapnál tőlünk egy ajándékcsomagot is, de így csak névleg. Csabi, Jani, Feri van itt, szevasz. Hello, köszi szépen. Hát nagyon szívesen, de halljuk, hogy szól a rádió a háttérben. Milyen SMS-t írt? Azt mondja, hogy egy elsősorban Balázs számára kedves szójátékot küldtél. Igaz, hogy Balázs második gyermekét a Benny Marketben vette?
teljesen rendben van, úgyhogy emiatt gondoltuk azt, hogy legyél te a nap hallgatója. Jaj, nagyon szépen, köszönöm. Nagyon szívesen halljuk, köszönöm. Hogy melózol, utazol, nem érdeklünk téged, úgyhogy el is engedünk. Boldog karácsonyt, egy nagy tapsot a nap hallgatójának, Zsűr Léce. Köszönjük. Szia, kellemes ünnepeket. Szia, szép napot. Hello. Te azt se tudta, hol van. Óriási volt, azért mondom, engedjük el, ne domáljunk. Csabi, van egy ilyenkor standard, de annál nagyszerűbb és izgalmasabb kérdésünk. Csabikám, remek zenék? És én tudtam, hogy hiába történik itt ennél sokkal fontosabb dolog az ő életében, azért tudja, hogy nem tudja ennélkül nem lehet. És hát mindig szoktam itt a legújabbakat, meg klasslágereket, meg karácsonyiakat, most viszont nem tudok mást ajánlani. De most ajánlani. Tényleg egy új számot hoz. Nem, ja. Most egy régit, ami most már nem Balázsnak szól, hanem mindenki másnak, aki követni szeretni őt az úton, hogy két gyermekes családapa legyen. Anima Sound System, csinálj gyereket! De jó! 5 pontos vagy, megálltunk. Jó? Jó. Meghallgatjuk a következő órában. Hát ez tök jó. Mindig lépegetsz előre a múltban, lassan eljutunk a Viva Las Vegasig meg. És akkor... Szép, de jó dalok voltak azok. És akkor... Talán Hajmás, Péter Hajmás. De nem rossz. 061-555-0000 ez a kívánságműsor telefonszáma, mi pedig akkor holnap jövünk 6-kor, a főnök azt ígérte, hogy ma nem csapja szét magát nagyon a tejfakasztó bulin, úgyhogy ő is itt lesz elméletileg Csabinak. Ma lesz. Hát, én utaltam rá egy-két mondattal, hogy mennénk, van. Ott lennénk. Én nem kaptam SMS-t, csak mondom. Majd küld már tovább. Szerinted. Holnap reggel találkozunk. Sziasztok! Hello, sziasztok! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.